Szeretettel üdvözlök mindenkit a Far Cry című játék, hát retro játék végigjátszásában. Nekiveselkedünk ennek a játéknak, de elképzelhető, hogy nem fogjuk tudni végigjátszani, hiszen egy 2004-es játékról van szó, és ma már nagyon nehéz volt a technikai oldala is annak, hogy képernyőre tudjam hozni, hogy valahogy egy ilyen felvételi módot be tudjak neki állítani. Le kellett tölteni egy-kettő modot hozzá, meg ilyen fixet, amivel elméletileg rendesen működik a játék. Hát nekiveselkedünk és meglátjuk. 2004-es cím, gyerekkorunk egyik hatalmas nagy élménye, és már sokat beszélgettünk itt az előzőekben erről a gémről. Akkor jelent meg nagyjából, mint amikor a Half-Life 2 meg a Doom 3 is volt, és bár nem számított ez a játék ilyen forradalmi dolognak a CryEngine-nel, ami később ugye a Crysis-t is meghajtotta, meg manapság ugye a Hunt Showdown-t, hogyha szoktatok azzal a multiplayer játékkal játszani, abban is ennek a fejlesztettebb verziói találhatóak meg. Hát 2004-ben ez egy hatalmas nagy game volt, és tényleg nagyon nosztalgikus élmény lesz ezt végigjátszani. Nem volt, mondom, forradalmi, de bizonyos tekintetben nagyon ügyes megoldások voltak benne, ezek a hatalmas terek, amik ebben a játékban vannak. Hát akkoriban a grafikája ugye az hihetetlen királynak számított, a fizikája a játéknak az majdnem olyan jó volt már, mint a Half-Life 2-nek, ugye annak idején a Source Engine-je, vagy éppen ott volt az ID Tech 4-es a Doom 3 alatt. Ja, szóval hát a lényeg, hogy egy nagyon komoly kis cím, iszonyat erős AI-jal benne, és komoly nehézségi szintekkel, ami miatt nem lett ez a játék ilyen kultikus státuszba emelve, az valószínűleg a felejthető története, illetve a checkpoint rendszer volt, és hát a checkpoint rendszer miatt szerintem mi is fogunk szívni ezzel a gémmel, hogy mindig vissza kell menni egy kemény találkozó után ellenségeinkkel, vissza kell menni egy, mit tudom én, 10 perccel azelőttre, és hát azt majd meglátjuk, hogy oldjuk meg, de megpróbálkozunk vele. Nyomjunk is rá a hadjáratra és nézzük meg. Ez az Y2K, nem, bocs, I2K, az Y2K az teljesen más volt 2000-ben, még I2K magyar mód van rátelepítve a játékra, és így emiatt magyarul tudjuk majd játszani. Én veteránban nem mernék belevágni. Auto AI egyensúly, ez mit jelenthet vajon? Auto AI egyensúly. A kihívó szinten ellenfeleid okosabbak, pontosabbak és igazán dühösek, sok szerencsét szükséged lesz rá. Jó Isten! A veterán szinten igazi dzsungel őrület van. Reméljük, jól bírod a fájdalmat. Na jó, szavazatok, srácok! A normáltól egyel fentebb lévő nehézségi szint, a kihívó szint, az egyes. A veterán szint az már két szinttel fölötte van, az a kettes. Melyik módban játszunk a játékkal? Szavazzatok! Veterán, szivatni akartok? Aha. De ez tényleg rohadt nehéz volt régen, mondom. Ez nem a kis izé. Hajjajjaj. Jól van akkor. Szia Amon, jó estét, hogy vagy, mi a helyzet? Szia mindenkinek, szia Zsotak, csáó. Doszkor szaki, üdvözöllek téged is. Akkor miért kérdezed? Hát, hogyha kettest akartok, akkor legyen kettes veterán, de ez fájdalmas lesz, mocskos módon. Új játék indítása. Igen, felülírunk mindent. Itt van főszereplőnk a hajójával, ami úgy néz ki, hogy fel volt robbanva. Azt hiszem, hogy ezzel a lányjal kell majd találkozgatni a szigeten. Gondolom, egyszerre érkezünk. Aha. És ő lesz a másik főszereplőnk talán. Nehéz értelmezni itt az eseményeket azon kívül, hogy itt vagyunk egy hajóval egy sziget mellett, és szétlőnek bennünket. És ott voltak valami brutális szörnyek. Én miért nem emlékeztem annak idején, hogy a szörnyek itt már benne voltak a trailerben? Ha minden jól megy a képernyőn, nem szabad csíkozódásnak lennie, ugye?
nagyon szépen köszönöm Armin Officialnek a követést és a feliratkozást is. Oké, szóval, hát egy kalandos úton jutottunk, úgy látom, ide be a sziget egyik barlangjába. Túl sok mindent nem rágnak a szánkba egyébként itt rögtön a játék elején, azon kívül, hogy itt vagyunk és bajba keveredtünk. Valami olyasmi volt, hogy indított a srác valahogy itt a szigetek környékén egy ilyen charter, nem tudom micsodát, fogalmam sincs, azt tudom mit jelent, csak valamit olvastam róla. Tehát gondolom, hogy turistákat vittünk a hajunkkal körbe, ugye? És egyszer csak ránk támadtak az egyik sziget mellett. Aztán partra vetődtünk, nagyon szeretnénk hazajutni, és kezdődnek az események. Erről a gameről mindig a Dr. Moreau szigete jut eszedbe, nem csodálom. Nyomd az előre gombot az előre haladáshoz. Itt van stamina rendszer, azt képzeld el. Tehát, hogyha szarrá ugrálod magad, akkor a következő ugrás, az már nem fog sikerülni. Használd az egeret a körülnézéshez. Oké. Nem szabad csíkozódásnak lennie. Nagyjából, amit én látok, az nálam oké. A felvételi mód az nem annyira százas, nem annyira szép. Találnom kell egy utat innen kifelé, mondta főhősünk közben a háttérben. Azt nem tudom, hogy a feliratok azok most menni fognak, vagy sem. Tartsd nagyon a guggolást. Oké, majd mindjárt. Csak azt nézzük meg, feliratokat nem lehet beállítani. Doppler effektust azt beállíthatsz. Mondom, nem a videóban lesz. Na jó, hát figyelj. Jaj, a multiplayer módban meg tudtad határozni, hogy kivel akarsz lenni, és akkor lehetsz járőr, meg... Mondjuk az érdekes, hogy a fejed az le van vágva itt. Ez most nem fontos nekünk, bocsánat. Hát akkor reménykedjünk, hogy majd megjön. Szia, Antal Bogály. Jó pihenést, kösz, hogy itt voltál. Mi lesz? Kúszás? Jó, erre nem is emlékeztem, hogy kúszni is kellett a gameben. Na hát, akkor van egy Ctrl, meg van egy V betűnk. Nem sok mindent találunk itt a játék elejénél, ott volt egy hulla. Ezt, amikor így megláttuk, 2005-ben játszottam szerintem a játékkal 16 éves koromban. Így, amikor ezt itt kinéztem és megláttam a vizet, meg a pálmafákat, az agyamat eldobtam, hogy azért ez nem semmi. De mai szemmel nézve sem olyan szuper ronda, nem? Persze. 20 éves játék, srácok. Mai szemmel... Ah, én is azt mondom, Zsotak, igen. És akkor várjál, a létrehasznált, hogy van, hogy fel kell nézni, és... Az az a kérdés, hogy a tetején mit csinálsz? Ez később egy fontos mechanika. Aha, most is beakadta. Ó, Jézus! Ó! És hogyha hozzáérsz a levegőben a létrához, akkor már is rá vagy tapadva. Jó, hát az RDR 2 azért egy... 15 év különbség volt a kettő játék között. Nem csodálom, hogy ott eldobtad az agyad. Hogy... Hogyan tudsz nem beakadni itt a tetején? Na mindegy. Listen, dirtbag! Keep an eye out for some punk in a red Hawaiian shirt! If you see him, call me at once! Am I understood? Yes! Yes, sir! Oké. Szóval, hogyha látsz valami csicskát, akkor azonnal gyere és jelezz, és mit tudom én, mondta itt az egyik fickó a másiknak, hogy... minket fognak most üldözni. Viszont nem tudom, hogy akkor a feliratok hol lesznek. Lehet, hogy itt az elején még... Ott egy csávó. Lehetett így kinézegetni, és nézd, ott van egy. Aha. Akkor lehet, hogy kusban kellene mászkálni. Ez itt hirtelen le is omlott mögöttünk. Az állóképességre figyelni kell, el ne fogjon. Hello? Are you there? Jó napot, ott vagy? Vedd fel a rádiót, mondja. Tudom, hogy ott vagy. Ki vagy te? Én fogom megmondani neked, hogy hogy kell túlélni. Doyle-nak hívnak. Honnan tudom, hogy megbízhatok benned? Hát, mert még nem adtalak fel, mondja. Aha. Felirat nélkül ez így szar lesz. Listen, you need to get out of there and quickly. I'll help you as much as possible, but you don't have much lehet, time. There's an exit that will lead to a small camp. Be careful as you go. This area is crawling with mercenaries. By the way, name's Jack Carver. Én meg Jack Carver vagyok, mondtam neki. Jó, de a feliratokat hogy lehetett beállítani erre? Emlékszik valaki? Ettől kapunk egy pisztolyt. Ezt be is kellene töltenünk. Hát... My reports say you're in a red shirt.
I suggest you grab some body armor and cover it, or you'll be easily spotted. Aha. Igen, a jelentéseim szerint piros inkben vagy, azt javasolnám, hogy szerezz egy testpáncélt és takard el. Különben könnyen észrevesznek, mondja nekünk. Az egyben nem volt felirat, szerintem kellene, hogy legyen máskülönben, miért töltöttem le a magyarítást. Hey, some good news. I'm picking you up much more strongly now. I suggest you search the huts for weapons and equipment. Aha, kutassuk át itt a környéknek. Most érkeztünk ki. Az összes kunyhóját, fegyverekért és ellátmányért, páncélzatért. Fú, hát itt a zoomolás is elég komoly lesz. Ez a izé, mondjad már. A célzásnak. És akkor itt már rögtön nagyon kusban kell lennünk, mert egy fickó ott van, és ő éppen horgász. Mi? Mit csinálsz? Már most észrevett? Hát ez nem nagyon jó. Bal oldalon lent látható az iránytű, a minimap, ami leginkább csak az lesz majd bejelölve. Veterán szinten vagyunk, igen, ez látszik, ebből baj lesz. A lehetséges, kerüld el a kontaktot. Jó, próbálom. Mit akarok? Hogy... Van egy ilyen méter balra lent a minimap mellett, ott is van egy fickó. És az mutatja majd, hogy mennyire hallanak, ha jól emlékszem, vagy mennyire látnak. Ez így kemény lesz szerintem is. Hát szerintem el kéne, hogy intézzem a fickót. És ha lefekszem ide. Végtére is. Szia Rékaróka, hogy vagy, mi a helyzet? Találkoztam annak idején, mi értelme a magyarításnak, ha nincs felirat? Szerintem volt itt, csak még nem jöttünk rá, hogy kell bekapcsolni. Minden esetre túl sok mindent még nem mondtak el. Meg a lényegi részt azt átadtam szerintem. Azt a mindegy, de mi? Milyen mozgásokban van a csám? Most... Aha, így lehet, azt mondja, egyek olmat. Mintha azt írnák, hogy nincs benne. Jó, legalább így működött a célzás. Lehet, hogy majd állítanunk kell az egérérzékenységet. Ott jön még egy, ugye? Mik ezek a robbanás hangok a kín? Kettős kulon maradt összesen. Mi ez? Lehet, hogy tűzi játékoznak odakint, hogy nem tudom elképzelni, hogy mi lehet ez a durogás. Oké, végre van egy macséta. De hát ezzel a macsétával aztán nagyon sokra fogok majd menni. De legalább úgy tűnik, hogy a környéken megszűnt a fenyegetés. De a papagájoknak ilyen hangja szokott lenni. Ez nem valami izé volt? Jágó a Aladdinból. Ez a kerüld a feltűnés. Hát kerüld a feltűnés. De rohadt ronda állatok vagytok, ne haragudj. Ja jó, menjél. Mi most fel... Jaj, oda lecsukd az ormányodat. Ez milyen állat? Jézus Isten. Na. Hallod? De miért csukja oda mindig? Ne csukd már oda mindig. Jaj Istenem. De ide jönnek állandóan. Ezek pekariak? Aha, lehet, hogy pekariak. Minden esetre elég durva ez a természet. Hozzá, durva ez a természet. Na mehetünk. Azt mondja, hogy beakadtam ide itt valami húsokat. De amúgy, hogyha itt a húsokat így fellogatják, még így hagyják, ezen a trópusi övezetben itt a hőmérséklet, meg minden azért rendesen szétrohasztja a dolgokat, nem? Itt emlékszem, a fegyverek lecsúszkáltak a dombokról. Hű, barátom, jó nagy szar lesz ebből még. Ez a veterán, ez meg lesz bánva. Valami ünnepség van egyébként most, vagy valami... Lehet, hogy ki kéne nézni, ki tudja, hogy mi zajlik odakint. Ezt a fegyvert megkaphatom? Mit mondott? Mi volt a tűzmód váltás? Várjál, talán az X? Aha, igen, erre még emlékeztem, hogy az X-en lehet ilyet csinálni. Beszarsz. Na jó van. Dolgok megmaradnak. Itt van a Playmerk magazin. Lányok, fegyverek és gázmaszkok. Nice! És ez bekapcsolható? Nem, de ki igen. Szia Bloodin, ezeket nem lehet megnyúzni. Nem, itt még nem volt az első részben ilyen, mint a háromban, hogy... Ok,
környezetet kellett hasznosítanod, és mindenféle cuccot csinálni magadnak az állatokból, meg ilyesmi. Azért ez sokkal régebbi. Hallod, mi folyik odakint? Ezt meg kéne néznem, remélem nem valami gáz van. Azt mondja Richard, hogy próbáljuk ki main menu options, hangopciók és subtitles, de te látsz ilyet? Mert én nem látom. Én nem látok ilyesmit. Kompatibilis mód, ha a gázok lennének. Illettem, nincs felirat moddal hozható be, az is konzolon írja felül. És konzol, lehet, hogy a felraktam egy-két ilyen javító modot, fixet ilyesmit. Widescreen modot például, meg ilyesmit, szóval lehet, hogy... Na, binokulári ezeket körbenézni. Lehet, hogy a konzolba be kell írnom valamit, hogy legyen felirat. És akkor a távcső... Ó, ez tisztára olyan... Jól bele lehet zoomolni. Tisztára olyan, mint a Crysis-ban utána, ezután a játék után. És akkor amit te itt megláttál, az már be lesz jelölve a minimap. És ahova nézel, ott a hangerő is felerősödik. Aha! Search every inch of this damn island! Mutassatok át minden egyes négyzetcentit ezen a szigeten. Mondják a gonosz figurák. Lehet, hogy úsznunk kellene, nem? Jó! Minden esetre oda a campre be kell mennünk. És mit kellett beírni Imi ahhoz, hogy előhozható legyen? Amúgy rohadt sokan vannak ám ott a kis pöttyöket, ha megfigyelitek. Hát lehet, hogy okosabb volna jobb oldalról megközelíteni ezt a problémát. Lehet, hogy úszni fogok. Au! Úszni fogok. Nice. A levegőmérő műszer mutatja, hogy mennyi ideig tudod visszatartani a lélegzetedet. Aha, ott ez a kék bár, ami egyébként a staminát is helyettesíti. You should try to acquire one of their vehicles and drive to the helicopter refueling pad. It's on the other side of the island. Azt mondja, meg kéne szerezem az egyik járművet és elmenni a helipadhez. Jó. Szerezzünk akkor egy járművet. Nagyon aggaszt, hogy mi a szar ez a durogás odakint. Remélem Pesten nem valami izé forradalom zajlik éppen, mert akkor csak kimenni az ember, nem? Hát na. Csöndesen próbáljunk meg felmenni. Itt van egy őrszem felül, hogy ezt hogyan fogjuk tudni elkapni, azt még nem tudom, de hogy el kell kapnunk, az Hodziher. Mit láttál? Hogy láthatod? Van kettő gránátom? Don't know what that was. Hello? Ez mellé... Na most mindenki narancssárgára változott, ugye? És már jön egy helikopter. Hát az nem nagyon jó. Hogy sikerült? Várjál, most akkor alá céloztam, vagy fölé? Hát lehet, hogy fentebb kellett volna, nem? Mindegy, megpróbálom még egyszer. Ah! Jaj! Akkor szerintem most felmászok és fejbe lövetem magam. Jó, nyugalom! Te miből vagy? Úristen! Vigyázat, mert most akkor mindenki ránk jön, ugye? Hát akkor itt el is feküdhetnénk. Ez egy lövéses módszer volt. Aha, itt lehet, hogy pontosabban lő valamennyivel. És nem tudok ettől lentebb nézni. Mindenki itt van már alattam, ha jól sejtem. Jaja. Jó, a fiúk kijették néhányan, de ketten még lentebb vannak itt valahol. Oké. Senki nem szólaltatta meg a riasztót. Rét ezeknél a kempeknél előszökött, hogy csúsznak a hullák.
Szia Zsolesz, hogy vagy? Ott áll. Adjatok már egy másodpercet, hadd nézzem már meg mi a franc ez. Esetre nem látszik semmi. Amikor mindenki felénk tart, az már jó. Nem kell keresgélni őket. Hát... itt egyetlen egy elemi is iszonyatosan nagy veszélyt jelent ránk. Hogyha megfigyeled, hogy mennyi HP-nk van. Le tudsz így menni? Aha, csak lefele kell nézed. Tömény erőszak, miért nem lehet megbeszélni a problémákat? Hát ezek most ilyen headhuntingban vannak, szóval ilyen fejvadász módban. Ott áll a csávó. Jó, nem volt annyira forradalmi ott az AI, úgy érzem. Hát akkor menjünk és szaladjunk rögtön lefelé. Kíváncsi leszek, hogy itt milyen fegyverek lesznek, mert arra már nem emlékszem. Erre a fegyverre emlékszem. Ugye sokat kellett használni, meg... Hogy kerültél ide? Nem is voltál bejelölve, te szemétláda. Hát de mi volt ez? Hát éppen nézegettem jobbra, hogy akkor ammóval hogy állok, tudod. Hát, na ezért fontos a binokulári használata ebben a játékban. Jó, hogyha az ember odafigyel, hogy mi veszi körbe. De most sikerült visszatöltenünk ahhoz a ponthoz, ahol iszonyatos dobásokkal fogjuk kivégezni a rohadékot odafent. Most fentebb célzunk. Itt van balra. Na végre! És nem halt bele. De miért nem haltál bele? Na, de nem hal még mindig be. Azt mondta, hogy suck this. Azt a mindenit. Jó, jövök már. Nem furcsák a hangok, néha olyan rohadt hangos, néha meg annyira halknak tűnik. Kell szoknom. Lehet, hogy lejjebb veszem a DP-t az egéren, és akkor úgy egy kicsit könnyebb lesz, és akkor most mindenki jön megint. Na, ezt mondtam, ezt a checkpoint rendszert, hogyha az előbb tudtunk volna menteni, azért jócskán kintebb lettünk volna a balhéból. Ott megy. De amúgy tankosak, hogy rohadjanak meg. De ott még mindig mozog. Három lövés kapott, és még mindig mozog. Na hát azért ez rendes. Figyelj, handshowdown így nyomnám a fejeseket. Na, úgy jó, szarul sikerülnek. És meg kéne várnunk vajon őket, hogy jöjjenek? Számtalan olyan esemény lesz ebben a játékban, amikor nem tudod eldönteni, hogy most akkor nekilódulj, vagy inkább várd meg, amíg rád jönnek, mert csak a szívás, a gond, meg a baj. Most ez fejes volt, vagy nem fejes volt? De az 6 lövés. Oké, akkor lemászunk. Még mindig egész vállalható ez a játék. Persze, hogy az. Mindig is az volt. Jó szórakozás nyújt. Csak mondom, a... beszerzésben már nem vagyok benne biztos, hogy annyira szuper egyszerű. Talán GOG-ról könnyedén hozzájuthatsz, de... ez a csávó. Ott valami felrobban. Ez baj. Az megszólaltatta a riasztót, ne? Hát akkor rohadt sokan lesznek nagyon hamar. Már is jön a helikopter, látod? Itt van egy fickó? A nem szarra a gurító következő részében. Aha, és akkor arra megjönni fognak, jó. Vegyünk fel némi lőszert, az biztos, hogy jól fog jönni. Nem, a fegyver maradt egy helyben, a hulla csúszott le, fordítva volt. El kell, hogy bújjunk. Bár itt az elbújás is olyan, hogy érted, veterán szinteken. Hát itt már nem vagyok benne biztos, hogy a dolog működni fog.
beakadt egy hang. Aha, ez bugos, látod? Na mit csináltak itt a fiúk? Old Fort Supply Base. Indulnak reggel 8-kor. Kávégép és minden egyéb. Ez mi? Ott az alien? Beszarsz. Azt mondják, hogy álljak fel és harcoljak. Nem tudom, én itt vagyok, ők hol vannak? Pedig az headshot volt, mindenki lát. Lehet, hogy a másik csávó közben jobbról ránk támad, itt van valahol. Állítólag itt kéne lennie. Le kéne kapcsolnunk ezt a riasztó rendszert, különben lehet, hogy hamarosan még többen lesznek, nem? Hol lehet, hogyha elméletileg itt kéne lennie? Szerintetek? Ó, itt van. Aha, csak a minimap egy kicsit furi. Na jó, történt kell szerválnunk, talán akkor megvagyunk ezzel az eseménnyel. Ott, ajjajjaj, van még egy fickónk ott jobbra. Ez az egylövéses rendszere sokkal jobban működik, mint a szuperszóró 2000. Lehet, hogy milyen ügyesen vonulnak fel ez végre, és aztán ilyen... az meghalt. Ilyen full csicskán feladják. 100-as armor, 0-as HP, hát... akkor lesz majd igazán nagy gond, amikor ott a HP végre. Amikor már egy kicsit jobban kitettebb környezetekben kell megtalálnunk majd a... Ah, redneck today, wow. Micsoda haj, berendezések, szuper trákok és... hát, tudjátok. Kalapos hölgyek, félmeztelenül. Köszönetek, vannak ilyen rednekek egyébként? Majdnem nyomtam egy F5 mentést. Micsoda, ki fog nyitni egy konzernyi whoop-ass-t? Nézd már ki onnan. Szétlövöm a karodat, haver. Az a könyök az már nem nagyon funkcionál szerintem. Szerintetek meghalt? A karlövés ennyire nem számít ezek szerint. Ne csináld már, vagy 8-at belelőttem a karjába. Nézd meg azokat a lyukakat. Na, hagyjuk már. Nézd már ki ott felül, vagy valamit csináljunk. Vállövés? Vállövés az már inkább. Ez förtelmes. Nézd meg ezt a kezet. Atya világ, ez nagyon meredek cucc. Szép hangjai voltak a fegyvereknek, amúgy igen, ügyesen volt felvéve, de nézd csak. Jó, meg a használ gombol. És egyszerre lőhetsz, és egyszerre vezethetsz, és egyszerre lehetett halálodat majd mindjárt. Ó, az egész sziget a tiéd amúgy, tehát hogy bejárhatsz mindent és... Ó, itt volt a mentés, a checkpoint. Legyünk óvatosak, még nem is tudjuk a felét sem annak, hogy mi történik állítólag. Mekkora ugratások! Ó, haver! Ez király. Hopp, 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 itt van egy másik is. Ilyenkor meg már rohadt hangosak vagyunk. Az egész armoromat kilőtte a csávon, nem baj, amúgy is meg fogunk halni. Lehet, hogy túl fog melegedni néha a Gatling a tetőn. És el is lehetett ütni őket, hogyha éppen az úton álltak és nem számítottak rá, hogy közlekedsz. Szálljunk ki ebből? Azért ennek megvoltám a feelingje. Tehát mondjuk szerintem ezekben a járgányos harcok sokkal izgalmasabbak, mint a... amit hogy ebben a játékban, mint például a izében. A Half-Life 2-ben. Hogyha ott emlékeztek rá, hogy mit össze kellett szívni a bugival, meg a izével. Hát azzal a hátul propellert, de egyébként vízen megyünk járgánnyal. És hogyha itt nem tudod elővenni a binokulárét, csak úgy. Ezek szerintem észrevettek. Konkrétan másik oldaláról a szigetnek. Na, hagyjuk már. Hát ha nem szar a gurítás. Következő része ugye megint. Szerintetek abban hagyják a jövést? De most mit csinálnak? Lehet, hogy meggondolták a fiúk magukat, elmennek. Nem tudom, hogy mi történik. De oké, rendben.
lehetett volna mindkettő karját, lábát, mondtam volna, hogy oké, kiegy ezeket döntetlen. Hát lehetett volna ilyen Monty Pythonra venni a formát. Állítólag egy helipadhez kell elmennünk. De hogy mit akarunk csinálni helikopterrel, lehet, hogy azt akarjuk arra használni, hogy elhúzhassunk a szigetről? És vannak. Jaj. Jaj, de kiestünk abból, ugye? Ezt tartaléknak elrakhatjuk ezt a járgányt. Ebben még van lőszer rendesen, az enyémben már az 500-ból csak 379. Hoppá, volt egy mentés, akkor nyomjuk a gáz neki. Itt volt egy külső nézet. Jézusom, srácok! Azt a mindenit neki. Ugratásból kaptuk el őket. És most jönnek a járgányok szemben, erre emlékszem. Erre emlékszem, ezt valaki megnyelte. Jött egy rakéta. Az most túléli? Az eltalált? Az el, igen. Hát akkor lehet, hogy ezt most hagyjuk, várjál. Mi történik idekin? Oj, az hogy elrepült? Azt láttad? Aj, ne. De még mindig képes lőni. Holy shit. Na hagyjuk már. Szerinted ilyen létezik. Förtelmes. Pedig kilőttem az egyiket, de szerintem utána átült a vezető, a veterán, igen, átült a vezető a rakétavető elé, mögé. Bocsánat, tehát elé nem igazán. Ez fixen csalás volt szerintem is. És mehetünk. Megcsináljuk itt rögtön rájuk ugrást. Lehet, hogy arra fele kellene tüzelni, de itt még nincs is itt amúgy. Ott megy, aha. Most spónolhatod be talán. Már lő. Jó, ez nagyon-nagyon csebez ez a raketta. Azzal lesznek problémáink. Megint elszállt egy jobbra. Lehet, hogy vissza kéne mennünk egy kicsit hátrébb, és akkor onnan szórakázni, várjál. Innen szerintem jobb rálátásom van. Össze-vissza tüzel. Jó, hát az elszállt. Most menjünk megint vissza, menjünk ide. Minek mászott fel a csávó, amikor tudta, hogy itt csak a halál? Azt a mindenit! A szétrobban. Hát akkor most én is meghalok, ha jól gondolom. Főleg macsétával a kezdet. Na ne már! Ó, ez igen szerencsésen jött ki. Aha, mert hogy nem elől van a vezető, hanem ott van a rakétavető, látod? De most ez megéri nekem? Kilőtték alólam az autót, konkrét sem, inkább lehet, hogy meg kéne halni. Na jó, próbáljuk ezt újra. Ennyi HP-val nem megyünk előrébb. És látod, milyen szuper gyorsan tud nagyon pontosan célozni? Förtelmes kemény. Hát ez régen is ilyen volt, hát régen is keményen szívtunk azért. Airboat a neve? És magyarul nem talált a nevét. Hát nem azt mondtad, hogy Mocsár Sikló. Én azt elhittem, hogy Mocsár Sikló, vagy most átverések vannak. És hogyha itt csak átmennék így, akkor mi történne? Ott megy már a hajónk. Kapásból neki mehetsz a másik Gézának. Ha, és akkor ezek gondolom az utam, tehát hogy a nyomomba erednek már is. És a rakéták, amik itt most beszállnak. Jézusom, na jó. Amúgy meg szerintem közepes nehézségi módon is nagyon hasonló az élmény. Ne gondoljuk azt. A veteránok szerintem itt most csak annyiban vannak, hogy jobban észrevesznek téged. Volt valami nagyon elrontott patch ennek a játéknak, amit ki kellett moddolni. Teljesen tönkreverte az AI-t, és hát ugye itt még 16 bites rendszerek voltak. Egy olyan modot is le kellett szedni, hogy a 32 bites meg 64 bites, bocsánat, 32 bites rendszerek voltak, 64 bites operációs rendszer, meg egyéb kitalációk alatt is működjön a játszás. Szerintem engem legyilkolnak. Ez a csávó az idáig elszállt, nem vagyok benne, biztos állatot hozta fel. Oké, ez jó lesz tartalékjárgánynak. Eddig szuper minden. Nem tudnám őket szarrá lőni innen? Nem akarnak elpusztulni ott? Még most elfordultak, látod? Megvannak.
Ó, hál' Istennek! Na most jönne jól egy jó mentés, nem? Szálljunk ki ebből. Hogyha nem állsz meg, akkor kirepülsz. Tehát ott lehet nagyon nagy szívásokat intézményezni. Ezt szarrá lőttem, akkor a fenti lesz a jó. Szia, Jolo Rex, hogy vagy? Akartam kérdezni, hogy a Far Cry végigjátszásokat direkt ignorálod-e? Hát annyi van, hogy én az egyet meg a háromat nagyon szerettem, a kettő szerintem nem volt annyira szuper király, a négy az nekem a három után egy visszalépésnek érződött, az ötöt azt meg nem játszottam, még kipróbáltam, viccesnek tűnt, de hát hiába a háromban már ugye elindultak, sőt már a kettőben ott volt ez az outpost rendszer, ez a Ubisoftos kitaláció, hogy akkor mész előre és tisztogatod ezeket az outpostokat, és amúgy egy kicsit ilyen repetitívé válik az egész. Ott van kettő. És ide lőnek már is, aha. Mert ők tudják, hogy én itt jövök. Ó, az érdekes, hogy scrollolok a játékban, ugye az OBS-ben a chatet is scrollolom. Ezt el tudod lőni innen? Ahogy visszalövök, ő bemegy a fa mögé. Van esze? Hát lehet, hogy az autóval jobban védve volnék. Kellene intéznünk egy checkpointot, átmegyünk erre, megnézzük itt mi van. Ez egy nehezebb járgány, kevésbé gyorsul és több rajta a muníció. Lehet, hogy... Ennek van rakétája, az X-el lehet itt is váltani. Aha, és csak. Ez nagyon jön. Nem mondom, most egy kicsit a vízben vagyunk, vigyázzunk. Eltalálhatok? Ezt csináld, hogy nem. Na most jó lesz. Ez az. Tök jó, van rakétavetőnk. Mennyivel jobb lesz így minden? Ez egy nagy hajóroncsnak tűnik. Izgalmas környezet. És itt látunk valamit? Itt vannak? Itt aki kéne szállnom, körül kéne néznem. Hát ez a biztos, hogyha az ember körülnéz néha. Igen, és páncélozottabbnak is tűnik. Viszont itt nem mehetsz át. Lehet, hogy meg kellett volna valahogy szerezni tőlük a motorcsónakot, nem? Rivalt én nem ismerem. Nincs kraftolás az első rész, mert ez egy FPS játék. Mész, lövöldözöl, megpróbálod túlélni. Sem crafting, sem extra kitalációk, semmi ilyesmi. De nem is kellett bele. Az ott jó volt az a lövésünk. És van még egy másik is. Nem, ez még nagyon régi. Te nem játszottál ezzel 2004 környékén? Hol az a másik fickó? Állítólag előttem van valahol. Aha, ott volt. Jó, megvan. És van egy mentőpontunk. Na, az nagyon szerencse. Az nagyon király. Szóljátok, hogy a hangos a játszás. Állítólag balra kellene majd mennünk. Ott is van két fickó. Ott egyet sikerült elkapni. A másik utánunk fog akkor jönni mi. Húl is! Tenger alatt járó lett belőle. Tudok amúgy lőni a vízből? Az elsőnek semmi köze nem volt, igen, a későbbi részek, ez abszolút nulla. Néz ki, hogy erre a hajóra kell felmennünk. Lehet, hogy jobb is, mert autóval amúgy sem tudtam volna felmenni. Kimaradt az életemből, RTS-ekkel, RPG-kkel voltál, akkor elfogadva. Aha. Soldier of Fortune. Én azzal játszottam, azt hiszem, hogy a PC guruhoz adták Soldier of Fortune-t annak idején. Jó játék volt, én ezt szerettem. Jori, kösz szépen a követést. Szóval nem erőltettem. Talán, hogyha végig lesznek játszva a csatornán, azt tudom elképzelni a jövőben majd, hogy az ott... Most nem tudok sprintelni. Azt tudom elképzelni, hogy az 1, a 3, meg az 5 kerülnek majd végig játszásra. Ezt kilőttük. Valaki lő. Honnan lősz? Onnan. Ó, nagyon sokan vannak. Ez a sprintem most? Ugolok éppen? Mi történik? Miért vagyok ilyen lassú? Jézusom! Ez baj. Jó, ez nagyon nagy baj. Rakétavetővel. Oké. Most a világ összes játékát felsoroljátok, látom, hogy Just Cause, nekem az nem tetszett a... Sem az, sem a Saints Row, ezek nekem nem jöttek be. Szeretem az FPS-eket, de azért ennyire agyatlanul, annyira azért nem. Úgy néz ki, hogy nagyon jó mentési pontot kaptunk itt. Megjövően, hogy Duke Nukem 3D fogott meg.
a régi Doom-okat végigjátszottuk, a Duke Nukem is lehet, hogy majd lesz valamikor. Ja, megértem, Laddin. Megvolt annak is a szépsége a régi RPG játszásoknak, a saját kezűleg történő térképrajzolásokkal, meg ilyesmikkel. Nem tudunk lőni a vízből, ha csak nem pisztollyal. Nem valószínű. Most itt a partot érek, és már mehet? Hát mehetne, de a HP-m az megint egyelő a nullával. Tehát konkrétan berepül egy golyó, és végünk van már. Nem felesleges mocorogni is szerintem, meg kell próbálnunk ezt még egyszer. Nem jó helyről indulunk ehhez a fighthoz, lehet, hogy így távolról kellene őket leszeregetni. Most érdekesek talán, hogy nem találnak el. Hát lehet, hogy nekem sem lesz esélye minden őket leszedni, nulla HP-nk van. A Blood 1, nekem a Blood 2 volt, meg az is szintén PC guru, azt hiszem. A Chosen. Hát, találunk itt valamit, vagy csak meghalni jöttem? Remélem checkpoint nem lesz, mert nulla HP-val nem kéne rámenteni. Nem kéne egy sniper? Miért? Van nálad? No one lives forever, az is... Az volt a gond, emlékszem rá, annak két része volt, nagyon sokan várják, hogy felújítsák. Egy ilyen kis kémjáték volt, ha jól emlékszem. Szóval nem volt elég jó a PC-m hozzá, és jöjjetek már le, srácok, hogy valami történjen. Lehet, hogy be kéne szállnom a botorcsónakba. Most már lehet, hogy ebben a zónában eltalálnak, ezen kívül nem sikerült. Uh-huh. Ja. Sirius szem is király volt amúgy. Mondjuk nekem inkább az Unreal Tournament és a Quake 3 volt, ami Quake 2, persze Quake 3. Ezek voltak még olyanok, amik emlékezett. Tényleg elmentetted itt az állást? De rohadék ez a játék, te! Jézusom! És most 0 HP-val kell megcsinálnunk. De amúgy esküszöm, hogy van valami, ami miatt a futás az most lelassult. De nem tudom, hogy bebugolt volna, vagy eddig is ennyivel futottam. Hogy menjünk most oda? Jó, lássunk mindenkit, ott van a fickó fent. Oké, okay. Megpróbálok lehasalni, aztán reménykedni. Egy megvan. Az egy headshot volt, kettő. Kiúszunk és megpróbáljuk elkapni a többit is. De rossz lesz ez így ennyi HP-val. Honnan lőnek most? Ez egy másik irány. Oké. Okay. Hogy megbókibott, minden rendben lesz. Esküszöm. Hát az... Ilyenkor felfele... Így azt szerintem elkapja. Jaj, de szépen lelőttük, oké, okay, várjál. És felállunk a motorcsónakon, és megnézzük, hogyha... Hoppá, az... Az egy erős hoppá volt. Azt hittem, hogy annál a csávonál van a rakétavető, de nem. A vízben ott van a ray tracing, itt már minden ott van, persze. Bele sikerült nézegetni kicsit, igen. Köszönöm a 100 bitet Gábor Z-nek, köszi szépen. Most ez itt a sprintelési sebességem. Én esküszöm, hogy nyomom a gombon. De nincsen staminánk, de mi veszi le? Lehet, hogy ennyire... Lehet, hogy előtték a lábamat. Mi a fene lehet? Jó, talán ezek megvannak. Ő a rakétavetős. Arra, hogyha rálősz, már gond van. Ott az egy gigantikus minigán, ott ketten állnak. Másikat azt nem tudom, miért nem figyeljük. Szóval ott áll és... csodálva határos módon. Ugye, itt még nem volt olyan, hogy izé... droppol a bullet, vagy ilyenek. Ha a weapons fail számolsz és eltaláld, akkor jó vagy. És akkor ott állnak ketten és nézegetnek, hogy jó, de honnan lő. Meghalt? Az egy egész szerencsés lövés volt. Oké, szerintem nem vagyunk most rosszak. Ez most jónak tűnik azzal a HP mennyiséggel, amivel rendelkezem. Álljunk fel és menjünk előre. Sniper gépfegyver, igen.
Van egy kis muníció lent, úgy látom, azt fel is vesszük. Szerintem valamit benyomtam egyébként, és amiatt vagyunk lassúak, hogy nem tudom elképzelni, hogy mi történhet. Na, valaki rám lő? Aha, megöltem. Ott volt fent egy fickó, jó. Amúgy ez nagyon-nagyon frankó cucc volt. A víz is szerintem teljesen szép, meg az, hogy motorcsónakkal elmehetsz akárhová, felfedezheted az egész környéket is. Aha, most szól nekünk Doyle közben, hogy kerüljük el a nyílt tengert, mert a radar rendszereikkel kiszednek rögtön. Gondolom rám küldenek egy rakétát és azonnal halunk, tehát megvolt itt a limit, de amúgy okosan van kitalálva. Nem az van, hogy elhagyod a játékteret, fordulj vissza azonnal, azt hiszem partot értem, hanem... Várjál? És akkor lehetett így lögdösni, igen. De jó. Tehát úgy adották meg, hogy lelőnek, hogyha kimész. Mert hogy a radarrendszerek ugye működnek itt a mercenariknél. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy miért vannak így zsoldosok ezen az eldugott szigeten, hogy miért küzdünk, de majd erre is rá fogunk jönni. Ezt nem lehet úgy tolni, hogy csak úgy nyomogatod? No one lives forever-ből nem lesz remék, sem folytatás, jogi agybaj van körülötte, senki nem akar hozzányúlni. Ez de szar dolog. Hogy sikerült amúgy ide feljönni? Na végre. Táborban kirajzolódnak már a hihetetlen szigetek. Na most melyik oldalról másszunk fel? Úgy emlékszem, hogy itt volt egy lyuk, amin be kellett úsznom talán. És el lehetett menni arra is, megnézni, hogy mi van, meg meghalni 23-szor, mert béna vagyok. Mondjuk egészen nyugodtnak tűnik maga a hajó. Nézzük, mit találunk benne. Mi? Mi az, hogy fire in the hole? Hülye vagy? Ja, és akkor most már bementem, és már benn vagyok. Ja, jó, oké, meg volt a checkpoint. Hát ez lett volna az első küldetés, beszarsz. Nem mondom. Volt néhány újrakezdésünk. Azt mondják, be vagyunk zárva, fel kell mennünk a hajó tetejére. Szóval, hogy keresnünk kell Val-nek a nyomait itt ezen a carrieren, és hogyha megtaláljuk, akkor Doyle-nak jelentenünk kell, meg kell tudnunk, hogy hova vitték el a lányt, akivel idejöttünk. Bár nem mondták el, hogy ki ez a lány, meg hogy mi közünk van hozzá, de van. Jó. És akkor itt egy macsétát felvehetsz. Gondolom, szuperkúcsban kell mennem, ugye? Mi? Mi az, hogy már is? Na, hey! Ez így jó lesz? Várjál, akkor már inkább a pisztolya. Mi volt ez? Levágtam a fejét. Azt a büdös mindenit neki. Ezek a kihajolások itt már tök jók voltak ebben a gémben. Kiúsztam, de most beúsztam vissza. Azt a mindenit. Nem szarra a gurítás. Tudjátok, következő szintjén. Innen jöttem ki, és most erre is elmehetek. Napokat. Ugye vagy 0 HP-n van, nem lehetne? Csak mondani kellett, azonnal itt van. Kaptunk 3 gránátot is. Ezek miféle gránátok? Nem olyanok, mint amiket eddig használtunk, aha. Jó, vegyünk fel egy kis pisztolyammót. Úgy meg lehet, hogy ezzel kéne menni tovább. Hogy egymásra néztünk a... Ez a lassú ráeszmélés, hogy... szia! Balra semmi, és itt még kit hallottunk beszélni. Szia! Nem már, hogy van neked olyan riasztód ott a falon. Kilőhetetlen. Be lehet csukni az ajtót? Nem, mert ez magától nyílt még. Ilyenkor már mögül nem is tudnak spawnolni? Vagy most mi lesz vajon? Vagy most egy helyben szemben... Na hát, szaron csúszik, de jó. Ha lehetett volna úgy is játszani, hogy mondjuk nem veszik észre, hogy jövünk. Lehet ilyen szuper kussolós végigjátszás, ilyen... Csöndes mutációkban is benne lenni. Ezt most le kéne állítanunk, gondolom. Mint mondjuk a...
Deus Ex-ben, hogy emlékeztek, hogy mekkora királyok voltak a... Meg a izé is ilyen volt még nálunk a végigjátszások közül, a... Mi volt a neve? D betűs. Az a játék, amiben te vagy a kurvó, az megvan. És ilyen varázs képességeid vannak a bal kezedben. Dishonored, igen. És akkor ott is lehetett ilyen ghostolva menni, hogy ne fedezzenek fel. Ez mi? Semmi. Ó, hát ez nagy élmény volt ám 2004-ben ez a game, amikor itt a hajón mászkáltunk, bár én a kinti környezetet mindig jobban szerettem. Szia! Kinyitotta ki. Nem én nyitottam ki, esküszöm. Nem is volt így rossz. Nem tudták megnyomni a riasztót. Hát... Lula? Milyen lula? Ezt nem vágom. Ez micsoda? Ezek jönni fognak. Milyen nyugodtan tűrték. Gyanús volt ez a kötél. Mondom, mi a fene lesz ebből? Van valaki? Átmehettem volna ezen? Aha, igen, itt be lehet kúszni ezekbe is, és... Várjál, V betű. És akkor ilyen szuper lassú kúszás rendszerrel menni előre. Biztos ismered, csak komolytalankodtam. Nem vágom, hogy ez melyik játék. Shadow Ops Red Mercury játékot ismerem. Nem. Nem is hallottam szerintem róla kb. Nem ismerem ezt a címet. Ja, volt egy paci... Igen, nekünk a Dishonored-ben pacifista végigjátszásunk volt, a... Hűha, a Deus Ex-ben is talán az volt. Ott voltak necces bosszok, amikor rá kellett jönni, hogy hogyan lehet úgy megölni, hogy ne öld meg. Aha, most magunkra vagyunk itt maradva, mert a rengeteg metál, ami ebben a hajóban van, a szignálnak, tehát hogy a rádió hullámoknak most itt meg... megszivatást okoz. Tiszta hancsódán hallod, ahogy így alulról lövöldözzük, nem semmi. Ott is van valaki. Az ajtó az itt. Na. Hello. It's all over for you, chump. Micsoda, hogy nekem már minden... Mindenek lőttek, ennyi volt. De hát hogy lehet, hogy ő nem talál el, én meg de. Na, mindegy. Nem fogok panaszkodni emiatt. Innen jöttek akkor le a srácok, és... Gondolom, be kellene járnom mindent. Milyen lövés ment ott végig. Hát haránt fekvésben volt benne a csenge. Ez a 100-as armor, ez lehet, hogy most kár volt. Ezt lehet, hogy későbbre kellett volna hagyni. Itt át lehet ugrani? Azt a mindenit. Hova mész a szemét? Na, hát így kell körbelőni az egész hajót konkrétan, hát annyira meglepődtem. Figyelj, úgy játszottam, mint a izé, mert a ponyva regényben a csávó, amikor szembeáll főszereplőinkkel. Hogy kerültem le oda egyrészt? Másrésztnek... Hova futott a csávó? Lehet, hogy a riasztót akart elérni? Szia, Whispering, mi a helyzet? Hogy vagy? Aha, és akkor itt lejött. Nem egy helikoptert hallok? De szerintem hívtak amúgy segítség, de jó. No, not unless she was cleverly disguised as a mercenary intent on killing me. Nincs jele a csajszínak, ha csak nem álcázták őt is zsoldosnak, aki meg akar minket gyilkolni. Ez mi? Ez valami nagy lőszer. Nem kaphattam volna itt egy másik fegyót? Aha, tehát itt lehet látni ezeket a szellőzőket, ahol lehetett volna kúszni. Nagyon rossz a minőség a felvételnek egyébként? Monster Truck Madness-t életre keltem. Na. Jól van. Jó pihenés, Bloodin. Most megyünk a felsőbb fedélzetekre, ha minden jól megy. Mentés történik. Szerintem én itt lefekszem. Jobb volt, hogy a szemben állót lőttük először. Ennyire kell így csendben. Ez honnan jön? Ajajaj. Ez honnan jön? Honnan lőttek?
Ja, hogy te vagy itt lent. Aha, kösz. HP-m az meg minek ugye? Istenem. Volt itt, aha, itt még van egy kis HP, az jó. De én nem is láttam, hogy honnan. Ti láttátok, hogy honnan lőtt? Ez ott valami minigun lokáció? Aha. Hasonló, mint a Far Cry, egyébben jelent meg a Far Cry 2000-i március, Shadow Ops, Red Mercury, az meg június 3 hónappal később jelent meg. Aha, nem vágom. Na most még egyszer, tehát ott vannak ketten. Ők rögtön meggondolták magukat. Le tudok kúszni a lépcsőn? Van olyan, hogy kúszás? Érdekes, de van. A multiplayer módját is megnézném ennek a játszinak. Régen soha nem nyomtunk ilyesmit, ott van. Ez a kiette, szépen. Jó, megvannak mind. De van itt még valaki, azt mondja, hogy nem tudok elbújni. Biztos ebben? Honnan lő? Fentről. Szerbusz, Gika. Te láttad a csávót? Miért nem szóltál akkor? Itt nem mehetsz be, ez le van hegesztve. Vagy a rozsda ette be oda magát. És figyelnünk kell. Vagy átváltsunk egy kicsit a durvító módra. Na, jó, hát látszólag itt rendben vagyok. Lehet, hogy le kell mennünk. Ó, hogy a fene minden. Tudtam én, hogy kinézek valahol és rögtön letépi az armort rólam. De honnan tudhattam volna? Hát full kusban, érted? Ott áll a sniper a tetőn. Senki nem tudja, hogy ott van. Na jó, hát hogyha még egyszer nekilódulnánk, akkor már tudnánk, hogy mire kell figyelni. Hol vagy már megint? Ez fent van? Ott van fent, aha. Hát a HP-nk az megint nagyon fostos. Ez honnan lő? Á, még nem is volt idő, kell. A minigunnal pedig derajott mehettünk volna. Szerbusz, kaszás, szia Gika, szia mindenkinek, kösz, hogy itt vagytok. Hát nagyokba megyünk, csak hát aztán ugye hirtelen ugye rohadt nehéz a játszás. Azt mondja, hogy... És akkor megjön mindjárt itt a Ferenc, ugye? Innen szokott kinézni, ott is van már fent egy. Itt láttam a karját, hogy lehullott közben a másik oldalon. Nem ott láttam? Esküszöm, hogy innen szokott kinézni. Szia Silver Shroud, hogy vagy? Üzletem a technikával, hogy bekattintsak a chat ablakba. Na miért? Mert nem kell olyan picire venni a felbontást, akkor megtalálja az ember. Azt hiszem, hogy volt egy ott fent is, ugye? Ezt... Barátom, most meg a minigun szed le. Ezek megvannak. Felettünk kettő. Suck this! Szakkoljatok is, barátom. De majom. Hát nézzenek oda. Ott is van egy fent, ugye? Vagy most ez, amelyik ott volt, az áthelyeződött? Aha, szerintem az átjött most oda. És ha ide feljössz, akkor itt megtalálhatod a haverjaidat. Egyet. Hát én le fogok ám zuhanni ide. És mindjárt a kettőt. Gyönyörű. Na most nem kéne, hogy problémánk legyen, ugye? Tehát mindenki el van kapva. HP-m az nem maradt sajna, pedig annyira király volt, hogy ilyen armor szintekkel mászkáltunk. A... Bent volt még egy kis HP, azt szerintem felvesszük, mielőtt tovább mennénk. Szóval neked honnan lőnek, ezért három halállal volt. Ja, hogy lassú a dolog, aha. Igen, mekkora kedvencem volt ez a játék, nagyon sokat szívtam vele, mindannyian nagyon sokat szívtunk. Szerintem ez úgy is volt megcsinálva, hogy benne legyen rendesen a kihívás faktor. Ja, itt hogyha kidugod a fejed valahol, akkor az enemy azonnal rád néz. Mondom, hogy az AI az nagyon erős volt ebben a gémben, és volt valami elrontott patch. Ezt kezdtem el, most honnan lősz? És honnan lősz? Az ott van fent. Honnan lő? Egy csináljuk ezt. Így jöttem és nulla HP-m van, ugye? Ha felmászom, meghalok, ugye?
Persze, mert ott van. Ez lehetetlen. De hogy tudott ott eltalálni? Mindenhol áll egy őrszem, aki szándékosan nem mozdul és csak várja. Iszonyat olyan, mint hogyha egy multiplayer játékot játszanál és ilyen bokorugrók lennének, tudod. Na még egyszer. Eljön az ember ide. Lelövi az összes marhát. Oké. Jöhetnek azok is, akik itt vannak. Ez volt eddig 5 darab. Hányan vannak még? Ott jön a 6. Ez kicsit elsikerült talán rontani. Mi gondolkoztam, hogy a LED az LED vagy LED? Hoppá! Hoppá, ugye? Ja, olyan, mintha VH-s kempereken játszanánk. Ja, teljesen megegyező az élmény. Ott van fent. Oké. Okay. Csak fölöttem van még 2. Hát mivel fölfele tartunk, ezért okos már kilőni most ezeket a rohadékokat. Nyol van, gyere nyugodtan, tébb le az összes HP-mat. Azt hiszem most kicsit elrontottam, volt egy lépésünk balra, amit már nem kellett volna megtenni. Szia Petyka, nosztalgia faktor maximumon, pár persze. Hogy legugolt a csávó, hát mondjuk én is. De olyan, hogyha nem rángatnál a fegyvert éppen ennyire. Amíg nem tud lőni, addig én jó vagyok. Onnantól kezdve van baj. Aha, hogy rögtön benyerek egy golyót, hát nem tudtam mit csinálni. De persze tudtam volna, lehettem volna jobb is akár. Mi lenne, hogyha csak itt átszaladnánk így keresztbe? És jobbra ugye nem jöhet senki. Hát ez később lesz majd szarabb. Ott van fent, aha. De rögtön tudta, hogy hová kell néznie. És ez volt az, amelyik elintézett minket itt. Nagyon rossz a felvételi mód egyébként? Akadozások vannak meg ilyesmik? Hogy érzitek? Mennyire vállalható, meg nem vállalható? Nálam egyébként szép, ugye folyamatosan az FPS, vagy folyamatosan az FPS, csak hát... Jó ez? Azt mondjátok, okés? És volt még egy. Hogy ránk néz amúgy a résen, látod? Rohadna meg. Csak én voltam nagyon béna, tényleg nehéz. Nem, ez a játék szándékosan szerintem rohadt nehéz. Végre tudok gyorsabban szaladni. És megint lelő valaki? Ez már nagy dolog, hogy eljutottunk idáig azért. És megnyomtuk szerintem a kill gombot. Szia Mr. Dog, hogy vagy? Mennyi vér és veríték előjött belőlem egy perc alatt? Miért mi történik nálad, Mr. Dog? Eddig minden szuper. De most ugyanott leszek. Mi volt ez a zaj? Jó kérdés, barátom. Lesznek itt elég maszek csúzlik? Biztos lehetsz benne, hogy lesz itt minden. Szerintem a lányt keresi. Illatakban van, meg mindenbe. Ja, hogy ő volt az, aki ezt hirtelen elmondta, majd utána benézett. Aha. Leadta a drótot szerintem a vezetőknek. Igen, az erdőben is látnak mindenhol. No sign of Val herself, but I found her camera. Megtaláltuk a lánynak a kameráját. Meg valami Kriegerről, valami felvételt. This archipelago is the ideal location for my research. These islands are isolated from international shipping lanes, so I am free to do my work without interference from. Aha, most azt mondta el, hogy ez az öböl, ami itt van, ez egy tökéletes helyszín az ő kutatásaihoz, mert el van vágva mindentől, és itt békében folytathatja ezeket a különleges, nem tudom, kutatásokat. This work will take time, but a measure of the future of mankind depends on the success of my research here. Az igen, időbe fog telni, de az emberiség sorsa múlik az ő kutatáson. I will not fail my destiny. És nem fog kudarcot vallani, hát az ő végzete. Valami bunkert keresek, az hol van? Azt tudom, hogy hol van, de nagyon erősen védett. Akkor menjünk.
Na jó, szóval ezt a Valeri nevű lányt keressük, akinek itt van mindenféle hatalmas nagy papírja, az aztán A4-es ID kártyák vannak, hogy jól kivehető legyen ugye a felbontás mellett is. Szerencsére megtaláltuk a módját, hogy hogyan töltsük fel magunkat, mind HP-val, mind armorra. You see that? Miért te hol lánc? Azért mert VH-s vagy, te rohadt. Láttam-e valamit? Most már én is nézek. Miért nyitogatod? Miért nyitogatja? És ha most felmegyek, akkor széttépnek, ugye? Mert helikopter meg minden szar fog jönni. Ha jól sejtem. Hát lehet, hogy ezzel kéne menni akkor már. Freeze? Akkor inkább visszajövök. Jó, hát ha lejövünk, akkor van itt páncél, van itt minden. Létráról nyilván lőni nem tudsz. Az baj. Az baj. Ez egy easy is nehéz rész, igen. És hova fogok menni? Itt ezt most le kell tesztelnünk, hogy mit csináljunk. Istenem, felmenni nem tudok a létre tetején, elhiszed ezt? Figyeld meg, nem engedi el. Csak hogyha nagyon barátom, még megint rajta maradtam, na jó. Nézzük. Szálljunk már le róla, engedd már el te szemétet. Leszarsz ezen. Minek az apropóján került elő ez a játék? Hogy már régóta szerettem volna játszani vele. Szerintem ez a létrás mászó mechanika, ez lesz itt a halálunk. Egyszerűen nem tudunk mit kezdeni vele, nem engedi el, látod? Ez a csávó mikben van? Eddig okénak tűnik, de szerintem mindjárt visszajön egy másik csapat fickóval, mi? Lol. Az hogy meggondolta magát, nem? És vigyázzunk egy kicsit az életünkre. Szia, Harried, mi a helyzet, hogy vagy? Most már kellene a HP, lehet, hogy le kéne mennem. Most össze meg szétszaladgálnak. Nézd meg ezt, nézd meg! Amikor rácélzol, akkor visszamegy. Eddig jó? Nem is állunk annyira szuper szarul, mint amennyire állhatnánk. És megnyomod a riasztót? Csak nem. Mit csinálnak ott? Az mi? Ott mi történt? Mi az? És ez mit csinálott? Ez mi volt? Jaj, ez villanógránát! De jól belenéztem. Tök jó az effektje. Húzunk csak lentebb, szerezünk HP-t, armort, mindent. Nem állunk most olyan rosszul. Nagy nosztalgia, hát abszolút. Ivánnak is teljesen ki van akadva, hogy végre. Olyan, mint a Hancsónán. Egy játék, ahol lövöldözni lehet, meg kell. Állítólag nem szabadna mozdulnom, azt mondták. Ez hogy sikerült? Szerintem headshot volt, én nem tudom. Az árnyékát lehetett látni. Mi a szar volt ez? Ez mi volt? Mi történt? És hol van? Hát azért... Gránátot dobott alánk, gondolod? Hát elképzelhető. Nézzük, van-e itt még valaki esetleg? Itt látszólag tisztának tűnik minden. Még. Aztán majd mindjárt kiderül, hogy... A jó Istent is ránk küldik. Hát oda nem kell leesni akkor. Ez az armor, ez viszont jól jön. Szerintem lesz itt még olyan helikopáter, hogy nem igaz. És hogyha itt átmegyek, meghalok. Ez a híd, ez szerintem ez lehullott. Lehet, hogy amíg rajta álltak, addig kellett volna ellőni. És akkor ide kell jönnöd, és ezzel a motorcsónakkal meg elhúzni innen. Aha! Várjál, használ gombot a csónak vízre bocsájtásához. De mi? Nem, ezt el kell lőni, de ebből baj lesz. Hát, hogyha ellövöd hátul. Várjál, úgy kéne ellőni, hogy mind a kettőt ellőjük, nem? Várjál. De ez nagyon rossz lesz így, mert hogyha az egyiket ellövöd, akkor ez itt fog lógni. Ez... hát ez...
Szerintem le fogok esni és meghalunk. A vízben nem fogsz tudni fölfele lövöldözni, ugye? Hát ez... hát ez baj. Jó. Ezt hogy csinálta? Ez mi volt ez a kitaláció? Mi volt ez? Azt se értettem már, hogy hogy fordulhattam meg még lőni egy utolsót. Nem teljesen vágom, de megtörtént. Először menjen a csónak szem... Nehogy már ide tegyél le! Jaj, Istenem! Jó, te vagy most a tankos Jóska, az előbb még nem volt. Bent... Oj! Oj! Lehet, hogy beakadt a hangunk? Nem vagyok benne biztos. Hát... lehet, hogy lesz egy unexpected error. Amúgy be sem tölti most. Na, erről beszéltem, hogy azért megvannak a játék nehézségei, ugye? Ja, nem valószínű, hogy be fogja tölteni. Hát ez a mentőcsónak ez tök jó lett volna, hogyha működőképes lett volna, mert akkor ott mentünk volna tovább a misszión. És így viszont Alt-F4-ez nem kell szerintem. Nem Alt-F42-zni, ami majd vasárnapra lesz kitalálva. Mindjárt csinálok nektek egy ilyet. Megnézzük, hogy ki tudunk-e lépni egyáltalán, vagy teljesen lefagyaszt mindent. Látszólag működnie kellene. Az ennek az igaz, hogyha halál után olyan messzire rakna vissza, hogy telepíteni kellene a játékot? Hát nem hiszem, hogy ilyen jellegű probléma előjöhet. Inkább az a kérdés, hogy miért nem engedi most bezárni nekünk ezt. Na várjatok, mindjárt megcsináljuk. Addig lesz egy kisebb intermezzo. Na, elméletileg meg kell, hogy legyünk. CryEngine, Sandbox és egyéb kitalációk. Jó Isten! Ez már az Athlon 64-es. 175 óra játék után kérem készíts elő a telepítő USB-t. USB-t? Ellenőrző pont betöltés, kiképzés, utolsó betöltés. Ott leszünk megint, ahol voltunk vajon? Vagy megint szar lesz a hang? Az előző mentés az mindenképpen használható, remélem be fogja tudni tölteni rendesen a játékot, ha nem, akkor ennyi volt a belenézés a Far Cry-ba. Sajnos lehet, hogy nem tudjuk végigvinni, hogyha esetleg ilyen sorozatos problémákba fogunk belefutni. Ez hol van ez a mentés? Ne csináld már, de kaja kivégezte az utcsó mentésünket amúgy? Innen meg nem lehet leszedni azokat, ugye, akik benn vannak. Nem lehet, hogy az én másik missziónak számított? A... várjál... hadjárat, betöltés, a szállító, a carrier utolsója. Ez az, ide kell jönnünk. Bocsánat, másik misszióban voltam benne. Hát ezt amúgy lehetett volna úgyis megcsinálni, hogy folytatás gomb, nem? Nem feltétlen csak ez a hadjáratozás. Úgyhogy ilyenkor megmutatják itt nekünk újra a képernyőjét ott a játékot, amikor indul. Na ez mondjuk jó volt most, ez nagyon jól jött ki. És akkor ő most úgy dönt, hogy elmegy. Aha. Na még egyszer. A halálos mentőcsónakot előbb fogjuk vízre bocsájtani, mint hogy... kell nekem ellőnöm senkit sem amúgy, én csak így lövöldözni szoktam. Van még 15 skúlónk. Van még armor is. Az mennyire meredek, ahogy itt táncikálnak. Kifogyás utáni folytatás gomba kontrollad el. Igaz? Ez még nekem is vakít. Jaj. Nem mondom. Oké, harmadikra meg lett. Az előbb nem pontosabb volt ez a fegyver, vagy csak jobban lőttem?
Ez hova megy? És túléri a sorozatot is amúgy. Az jó lesz. Fent nem voltak amúgy ott a... Aha. Mekkora átlőttem úgy. Nem is értem, néha hogyha eltalálnak, akkor ilyen brutál mód összefossa magát itt a kameránk. Lehet, hogy az előbb véletlen jól lőttél. Lehet amúgy, igen. Hát itt az egérérzékenységen azért jelentősen kellene állítanom. Egy csicska. Egész pontos lövést sikerült oda leadni. Ott is van egy. Ez is olyan jó lett volna, hogyha eltalálja. A handban ilyenkor már halott vagy. Egy rossz lövés és vége. Nyilván tud erről nagyon sokat mesélni. Csávónak csak a feje látszik, a fegyvere nem, de azért eltalál. És mit csinálsz ott az oszlop mögött? Na helyes, remélhetőleg meg vagyunk. Ez az armor, ami itt volt, ez hova lett? Ja, itt volt, jó. Szerintem le kéne menni azért a HP-ért még, mert abban nem vagyok benne biztos, hogy kapunk még hozzá. Ja, innen jöttünk. Iszonyatos pornós nyögések, szevasz, axila képes, hogy vagy mi a helyzet? Ez a létra, egyébként erre nagyon oda kellett volna szerintem figyelniük, tehát ez, hogy nem tudod elengedni a tetején, és akkor felmész, már 23-szor lelőttek, csak a gyász, szenvedés. Van az esetben, hogyha kilövöd az összes hidat, hogy ne tudjanak itt átjönni a fiúk, szerintem még itt a vasakon át lehet ugrálni talán. Aha. Ja, itt meg lehet ezt még oldani, tehát megoldották azt, hogy ne kerüljön a játékos annyira nagy szívásba. Smiley, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Fent lőttem meg, lent engedte el. Na és látod, ilyenkor ez lemegy. Neked a vízbe kell érkezned mellé. Ú, de reménykedem benne, hogy most nem halok meg. Jó lesz. Nice! És mehetünk! Smiley, köszönöm a 26. hónapot. Na most mi lesz? Meg kell zavarni a rádió jeleiket, meg mindent, hogy káosz kell okoznunk, és... To do that, we need to get you to Kabatu. Head east to find it, because you're not going to be able to stop and ask for directions. Aha, keletnek kell mennünk egészen Timbuktuig, jó lesz. Na jó, ezen a hajón, vagy csónakon, nincs semmilyen fegyver, kivéve az, ami a kezedben van. Péntek este izzadás a köbön. Imádtam ezt a játékot gyerekkoromban. Ezt mind imádtuk szerintem. Tudtok olyat, aki ezt utálta? Hát szerintem nem. Na, de meg vagyunk a második misszióval, vagy lehet, hogy ez már a harmadiknak számít. Far Cry. Hihetetlen kalandok. Szia, Estai. Nyomod. És akkor itt már szerintem a indokolt a binokulári használat, aha. Hallottatok róla, megölt mindenkit, ez egy állat. Mondta közben a fickó ott teljesen. Ügyes egy szerkezet, tényleg ahogy ahova nézel, ott felhangosít minden. Now keep your ears open, and we'll see if we can find this guy. You got it. Király. És most bejárhatod az egész szigetet, de mindenképpen szerintem balhéba fogunk keveredni a fiúkkal ott. Észrevettek már? Már észrevett, igen. Lehetetlen. Lehetetlen. Nézd, hányan vannak ott is. Ott is. Mindenhol is. Istenem. Na itt lesznek bajok. Mondjuk az király, hogy ezzel a járgánnyal tudsz úgy haladni, hogy közben használd a binokulárét. Szerintem a játéknak ez egyik legnagyobb királysága. Miért nem lő le? Miért nem lő rám? Nem hozott magával gunment. Akkor minek jött ki?
Hát de akkor minek jött ide? Szerintem most ezt megszerzem tőle. Most elméletileg nyugodt minden a környéken, legalábbis a minimap szerint az. Ott még vannak ketten. Ott is van egy lent. Számtalan ellenség áll az egész szigeten. Azért ez 2004-ben ez óriási nagy kaland volt, hogy vízen lehetett megválasztani egy hatalmas nyílt térben, hogy honnan közelíted meg a problémát, és hogy hogyan fogod megoldani, hogy te túlélj ők, meg ne annyira. Hát itt a célzás vicci lesz. Jó, 4 skúló, meg 300 még a zsebünkben. Egyébként hol tároljuk vajon ezt a rengeteg skúlót? Szerintem beszállok ebbe. Kéne egy mentés, nem? Ennek rakétája is van. Ide hozta nekünk, amúgy nagyon rendes tényleg. Ebből, hogyha a másik csávó beült volna a rakétavető izébe, ülésébe, vagy nem tudom minek nevezzem, azért ott lett volna gond. Viszont ezzel mindig meg kell állni, hogy tudja egy kicsit binokulárézni, meg nézelődni. Nekünk pedig abba az irányba kell menni, a déli irányba, innen. Ott szerintem az ösvény, az kell nekem. És itt meg biztos, hogy van még egy csomó mindenki, ugye? Ez szerintem ma is szórakoztató, ugyanúgy. Tehát nem kell messzire menni szórakozásért ebben a játékban. Ez a misszió, ez különlegesen király. Nincs rakétám egy sem. Oké, megvan mi? Hoppá! Valaki valahonnan tüzel, ott van. És akik arra vannak, ezt meg sem hallották. Ezt leparkolom most ide egy kicsit. Megnézzük, hogy találunk-e itt bármilyen ellátmányt, vagy akármit, ami jól jönne nekünk. Muníció az mindenképpen. Kellenének ilyen collectible itemek, nem? Amit ilyenkor felvehetsz. HP az van. Ronda halak vannak. Hát nem mondom. Szebben is fel lehetne, folyamatosabban is fel lehetne venni. Sajna nem tudom egyszerűen. Bárhogy próbálkoztam a felvételi módokkal, már a game capture-t sem engedi, ablak capture-t sem engedi, csak is kizárólag a kijelzőn keresztül, az meg ugye tükrözve van egyből 3 különböző helyre, mire működésbe lép az egész. Nagyon fontos és nagyon sajnálom, de tudom ajánlani ennek a játéknak amúgy a megvásárlását. Szerintem ilyen piszlicsári áron el lehet érni manapság. Szerintem 1-2 euróból meg tudjátok venni, és megnézni azt, hogy honnan is indult el ez az egész Far Cry őrület. Ami azért szerintem ma már, hát, egyszerre van valahogy nagy neve, meg szerintem úgy egyszerre lett nem jó is. Legalábbis én, amit láttam már a 6-ból, az ilyen teljes érdektelenség, elvesztette a varázsát. Az 5-nél még láttam azt, hogy na ezt játszanám, mondom, ez király. Tudod, meg is vásároltam direkt PS4-re, megvettem PC-re. Hát 2 verzióban is megvan. Elhasználták a nevet? Szerintetek hol lehetett a gond ezzel? Melyek voltak azok a döntések, amiket nem kellett volna meghozni? AC első rész is lesz? Nem, mert azt nagyon rüheltem. Amikor először játszottam az AC-val, annyira utáltam, annyira repetitív és fos volt, hogy utána soha többet nem játszottam AC-játékot, sem a 2-t, sem a 3-at, sem az összes többit. Nekem az AC-k azok, köszönöm, nem. Az Origins-t azt egyszer meg fogom próbálni, és hogyha az jó, akkor utána játszunk majd az Odyssey-el is, meg a Valhallával is talán, mert amúgy szerintem ezek nekem meg is vannak. Hoppá! Az a hajó, az megmoccan. Ez most fáj nekem. A csávó is megvan ott. Ott jön még egy. Van még egy. Hányan vagytok amúgy? Ott is van egy. 138 skúlóval? Álljunk meg, nyomjuk.
ott volt még, aztán elment, nem tudom hova lett. Jó, jó, a HP-nk jó, az armorunk az elment. Lehetett volna belső nézetes lövöltözős játék folytatások neve, és akkor tök oké lenne. Hogy érted, hogy belső nézetes lövöldözős játék a folytatások neve? Most láttam először a Far Cry-t, de egyből a Crysis ugrott be. Hát azért, mert ez a Crytek játék a CryEngine-nel készült, és a Crysis játékok szerintem ezután jöttek, nem? Vagy hogy volt? Az első Crysis az... Ez ezután jöhetett, emlékeim szerint nem sokkal, ugyanezzel az engine-nel, tehát nem véletlen jut róla eszedbe az. Az Origins egész jó, Odyssey el van nyújtva, mint a rétes tészta, aha. Hát ez az, ami szerintem egy tök kár dolog. Ó, egy új fegyver. Várjál, nekem ilyen nem volt eddig is. Ez arc, ez milyen fegyó? És ennek nincs másodlagos tüzelési módja. Felvettem az armort és nem adott. Ja, de csak ilyen érdekes módon később adta oda. Egy sniper. Jó, meg a jégombot, hogy eldobd a P90-es SMG-t. Hát én nem dobnám el. Az a mesterlövész puska az jó. A kést eldobhatom? Na, ez az. De most ide dobnám. Ja. Így és... És király! Van 5 kúlom bele. Véletlenül felvettem az armort, le van szarva. Na, hát mostantól akkor Sniper Géza vagyok. Ez igen. Crysis 2007. Ez 2004 volt, akkor 3 évvel később jelent meg. És a Sniper hogy... Opa. Aha, hogyha előre mész, akkor... Néha így kilép belőle, nem tudom milyen okból. Quake 4, persze. Rémálmaid voltak a játék miatt? Azért, mert levágták benne a végtagjaidat, meg átalakítottak cyborgá? Kokainom, kokainom, kokainom. Hát ezen a szigeten kemény kokainumozások vannak. Azért ennek is megvoltám a feelingje. Már nem a kokainumozásnak, hanem beállsz ide és végtelen skúlóval. Ha el tudtál jutni idáig, akkor azok, akik lent voltak, nagyon szarul jártak. Most már sniperem is van. Van egy fickónk ott a másik oldalon. Megpróbálunk erre átkelni a jungelen. Távcsolosan nem sétál senki célzás közben, első visszarúgás kiveri a szemét. Hát lehet, mondjuk igen. Ez már nagyon realista játék volt. You're much more likely to encounter resistance on marked paths. If you keep to the jungle, your odds suddenly get a whole lot better. Aha, szóval azt mondja, hogy ha a jelölt utakon megyünk előre, akkor sokkal nagyobb eséllyel találkozunk ellenállással. És jobb esélyeink vannak, hogyha a dzsungelben megyünk előre. Rendes ez a Doyle. Vágat, hogy a Quake-be vágják le a cuccét, akiknek kiborgál, ugye? Hát de most mondom, hogy a Quake 4-ről van szó, Iván. Quake 4-et kérdezték, hogy rémálom volt. Persze, és meg is vásároltam a Quake 4-et, és fogunk is játszani, csak szerintem először... Először más Quake-eket fogok műsorra tűzni inkább, először talán az 1-2-vel kellene játszanunk majd. Ha már volt a Doom 1-2-3, mondjuk a 2-t nem fejeztük be, azt egy kicsit sajnáltam. Jó, de a 2 nem is volt olyan szuper király, nem tudom. Lehet, hogy túl nagy nehézségi módban indítottuk el, de annyira kevés volt a muníció, hogy így kb. Ilyen... Az egész arra ment rá, hogy akkor hogyan élek. A kurva anyád, a telje személy! Oké, bolt, hogyha még egyet szólsz, ki fogalak tépni a gépből. Hát lehet, hogy azt a kocsit meg kéne szerezni, de jó az a tankot. Elnézést, a robotom nagyon csicska. És azok ott most alerti státuszban vannak, mert narancssárgák. Viszont nem akarom elhasználni a sniperemet. Milyen esélyeink vannak itt? Ha kocsival jönnék a jungelbe, akkor lehet, hogy jobban tudnám tartani. Bár hogyha kilőnék alulam, akkor meg az lenne a szar. Ott egy csávó. Nézd, hogy nézeget, milyen ideges. És ott is van. A lényeg, hogy ne jusson be a kocsiba. Ennek egy egyszerű machine gunja van. Lehet, hogy... Na jó. Nem kérdezünk, csak nyomjuk. És akkor most többen meghallották azok közül, akik erre vannak. Nekem pedig erre kéne átmennem. Hát... És hogyha átrongyolok kocsival, lehet, hogy a kocsi megszerzése az fontos. Tök király ez a kis tank. De hogy a francba hozták el idáig? Kéne egy mentési pont nekünk ide, nem? Szóljátok, hogyha túl hangosan játszik.
írja Zsol, ezt mindjárt hidratálok, a ki és az nem fog kifogyni. Az nem, de nem is érek vele semmit. Az fix. Ó, ezek a sziklák. Várjál. Jézusom. Nem az Géza. Én nem tudom, mit csinálok, szórom a bokrokat. Van itt még valaki? Állítólag nagyon, nagyon közel vannak. Van itt még valaki? Van. Szerintem fent is lesznek. Megvan ő is. Nem találhatom el a csávót. Na végre. Azt hittem már tényleg nem lehet. Valamiért lejjebb megy az ágyú. És aki szállsz így, és... Ez eredményesebbnek tűnt. Útira ott vannak felül, ugye? Fogalmunk nincs. Nagyon közeli pozícióban mutatják. Na jó, nézzük meg ezt a... P90-et mondatok? Vagy PSG? Vagy mi ennek a neve? Ó, ez szórja neki, de jó. Ó, ez tök jó. Oké, ez tetszett, ez jó volt. Ezt a fegyvert használunk. P90. Hát csak pergeti a lőszert ugye kifele. De hogy kerültél még ide? És hogy élted túl ezt a sorozatomat? Aha, gondolom, hogy ez lesz a lőszer hozzá, ugye? Nem, ez megint valami másba lesz. Tök nyugis környezet. Micsoda fizika, hullángurul át a hordó. Nézd! De az valami radioaktív dolog lehet, nem? Vagy nem ez jelzi a fertőzés veszélyt? Azaz, hogy ne nyitogass kifelé, mert majom vagy, hogyha kinyitod. Vagy lehet, hogy az leszel. Itt mit találunk? Semmit. Hát, hogy a kocsival kellett volna feljönni. Ekkora ágyú van ott fent a szigeten. Nagyon király volt ez. Meg szerintem a mai napig jó élmény vele nyomulni. Nem bánom, hogy ezzel... kezdtünk el most játszani. Azért ez az aljnövényzet 2004-ben, ezt tudod mekkora meredekség volt? Hát tudod, hogy mi volt előtte 2004 előtt? Az Unreal. Láttad már az Unreal-t, a terrényt? A terrén az ilyen, mint itt. És ez mindenhol. Mármint... úgy mondom, hogy ilyen sík, semmi növény nincs rajta. Egy-egy darab. Egy-egy darab izé van rajta csak. Kilógó növény. Még négyben fantasztikus volt, egyben félelmetes voltak, mert jelentek, mert nem összerondítottam magam közben, meg tátottam a szájamat, hogy mi ez a játék. Hát nem csodálom. Mi? Fire in the hole, meg ilyen, opa. A sniper. De jó volt a lövés. Ez az. Megérkeztünk az ágyúhoz. Szép, nagy, impozáns darab, nem? És nem mondom, hogy bárcsak nekem is ekkora lenne. Figyelj csak, ott... Én azokat ellőném. De három skúlom van összesen. Elpocsékoljuk erre? Nagy lépés volt, volt szerencsém játszani a régi Delta Force-szal. Azt megvettem a gogon. Zöld volt a föld, onnan tudtad fű akar lenni. A Delta Force az egy nagyon különleges játék, mert ott egy teljesen... Milyen technológiát használtak? Teljesen ilyen... Nem Vortex, mi annak a neve? Voxel, vagy nem tudom. Nagyon különleges volt az, ahogy technikailag elérték azt, hogy ott lehessen nyomulni. Hát, tehát nem pazarlás, milyen igaz? Soldier of Fortune az, az már inkább ennek az elődjének tekinthető szerintem. Mármint így játékmenet szempontjából. De ja, az, az is egy nagy, nagy cím volt, és én is nagyon szerettem is. Lehet, hogy egyszer fogunk is játszani vele. Az armorom az nulla.
Ez az ösvény itt felfelé nem a legegyszerűbb. De legalább haladunk a játékkal, figyelj. Állítólag egy olyan 11 néhány óra alatt végig lehet játszani ezt a címet. Ott van valaki. Hoppá, és már látott, látod ezt? Volt itt olyan, hogy lélegzett visszatartás? Hogy kúszik az egér? Az jó volt. A növényt is eltaláltuk. Na várjál, lehet, hogy... Nem, semmi. Oké, mindegy. Tehát nem kell neked nyomva tartani a gombot ahhoz, hogy üzelhess a sniperrel. Shift. Nem. Voxel Space Engine-t írnak. Ja, mondom én, hogy valami voxel. És látod, ez egy nagyon különleges technológia volt akkoriban. Emlékszem rá. Meg is vásároltam, mondom, és lehet, hogy meg is fogjuk nézni. Mintha a Space Rim lenne. Igen, nézd meg, nyomod a Space-t és... így közelít. Aha, ez lesz az. Köszi szépen, király vagy, Andor. Látod? Ezeket a dolgokat az ember milyen nehezen felejti el. Itt van valami, ahova be lehet menni. Lehet, hogy erről jöttem volna ki. Lehet, hogy erre megyünk majd tovább, nem? Hűha, izginek tűnik. Ha lefekszel, akkor nem mozog annyira. Jó. Köszi a tippet. Nem tudom, hogy találkozunk-e itt még. De igen, találkozunk itt még. Azonnal tüzel. Annyira érzi, annyira tudja, hogy... Ez mondjuk pont egy olyan alagút, ahol nem mennél be, nem? Tehát, hogy kapásban nem tudsz álmodszani, rögtön meglőnek, hogyha valaki ott kinéz, vagy kihajít egy gránátot neked. Szerintem átállunk egy lövésesre megint. Na hát. Kéne egy kis armor nekünk talán. AP az lesz itt fent, az jó. Space, nem tudtad? Véletlen felvettem a HP-t a francba. Itt, hogyha leesek. Aha, akkor sérülök. Na, jó, megérte az a HP akkor. Mit látunk? Hova mész? Mondtam, hogy ne menj be abba a tunnelbe, mert ahogy bemész, meghalsz. Most mondtam, és ez a csávó be is mutatta. Valaki fentről tüzelt. Hát ott, egyből meghalt. Holy shit. Edd ki szépen. Ne, hova pattant? Jaj, a szemeim, jaj. Nehogy már te ne kapd meg. Az nem látott semmit, de ennyi a HP-m összesen? Hát az átlátszó, a fegyvert látod mögötte. Tehát valami izé rám néz és halott vagyok. Az ott odahalt vagy? Elaludtott a kis Balázs, látod? Honnan szerezhetnék itt páncélt, HP-t, mindent? Minden. Mindenki emlékszik erre a játékra, mindenki tudja, hogy hol vannak elrejtve a dolgok. Én mondjuk ezt most csak bemákoltam. Rohadt jó. És onnan indultunk kívülről, látod ott, ahol véres a háztető. Mikor hogy került vér a háztetőre, azt én már nem tudom. De azokat a szigeteket is be lehetett volna járni. Ez egy őrület nagy akció amúgy. Hallottátok, hogy itt van valami izé? 720 is, ráadásul azt is mutatja, hogy hány méterre vagyunk. Ott megy, ott mennek, ők a izé fiúk, a motorcsónakosék. Á, nagy király game ez, nagyon nagy király. PC gurutól vettem meg annól a Far Cry, a Soldier of Fortune, meg a Shadows Red Mercury-t. Ja, éppen erről beszéltünk, hogy voltak ilyenek a nagyon jó kis... Ó, hogy rohadnál meg. Mellékletek voltak, és nekem is onnan voltak meg általában ezek a címek. Ez mondjuk pont nem. Ez nem tudom, hogy mikor kerülhetett be a PC guruban, hogy melyik évben lehetett. Azt mondja, hogy ide kell jönnöd, és akkor az az ajtó lesz a végcél. Ezt a HP-t egyőre nem veszük fel. Az mi? Azt mondja, hogy elblokkolják az ajtót a comm centerbe. Rendben, hangopció, zene az jó, hangeffektek fent vannak. Akkor most mit csináljuk?
but I should be able to bypass the security lock from here. Aha, kockázatos, de meg tudja kerülni a biztonsági zárakat innen is, ahol ő van. Stand by, he says. Azt mondja, hogy várjunk. Stand by-oljunk. Hát, itt ezt lehet, hogy I've got sea and air targets coming your way. They appear to be approaching from the north. Északról jönnek. Jó, jó, ez szerintem egy rakéta. Hoppá. Mi ez? BTF. Jézusom. Azt a büdös mindenit. Honnan lőnek? Milyen rohadt messzire lőnek? Szia Soulbringer, mekkora élmény volt, hatalmas, meg attól egy kicsivel még nagyobb is. Hát érdemes lenne ránézni, nincs ez valami texture mod? Ez már rajta van, a texture mod. 31 fok volt a konyhán. Ki vagyok? Ez volt eddig a legmelegebb nap idén. Kitartást kívánunk neked. A kalandjaidhoz, Angilla lában, ahol keményen pereg a kaja. Tehát lehet, hogy már most ott kéne nézelődnöm, ugye? But I should be able to bypass the security lock from here. És ezzel a fegyverrel lehetett olyat csinálni, hogy ott jön. Hogy így lézerirányzékkal nyomultál. Ez eltalálja. El fogja találni még mindig. Ó! Oké, most csak túl kell élnünk, minden jó. Szerintem meg vagyunk. Wow! Ott van a ketten még a misiék. Ez nagyon jó volt ez a lövés, hát azonnal kivégeztük. De gondolom, hogy... Húlis! Álljunk meg, fiúk! Mi a fene? Meghaltak. Meg, mint a szar. Jézusom! Ja, kiestek, meghalt. Valaki lát. Egy helikopter. Aha. Meg még egy. Kellett volna a fegyumi. Jézusom. Le se szarja. Oké. Okay. Szaladjál, szaladjál, nyomod. Ez a sprintem. Barátom. És honnan lő? Hány darab? Mi csinálsz? Hány darab helikopter jött ide? Egy megvan. Kettő megvan, az beleesett a tányérba. Seggen csúszik a srác. Megvan mindenki? Ó, és nem, ott kiszállt valaki. Viszlát. Azt mondja, hogy a security meg van törve, menjünk a buildingbe. Várjál már, itt van HP Géza. Csak nem érek el hozzá. Lehet, hogy most Infinite Spawnba kerültünk? Azt mondja, hogy leolvastad a számomat, nem majom. Fú, jó, elhasználtuk, szerintem a sniper megmaradt. És akkor most kell ide bejönni, és van egy mentő, nagyon király. A mutagén erősebb, mint ahogy előzőleg tippeltem volna. Szuper ember, nem tudom, képességeket mutatnak, meg értékeket lehet leolvasni a tesztalanyokról. Csak instabilok. I have taken the precaution of using my own DNA as a carrier for the strain. A saját DNS-ét használta ez a Krieger nevű fickó. Perhaps this will give them some primordial instinct linking them to me. És akkor talán lesz valami a mutánsokkal, amik, hát ezt amúgy totál nem értettem gyerekkoromban. Fogalmam nem volt, hogy miről beszélnek, ugye. Azért is lepődtem meg azon, hogy itt a szörnyek, tehát a szigeten szörnyek is vannak, nem csak ezek a zsoldosok. Na mindegy. Then I should be able to control them. És abban reménykedik, hogy ha az ő DNS-ét használja a kutatáshoz, akkor majd engedelmeskedni fognak neki a mutánsok. Hamarosan készen állnak az intubációra. Mi?
sisakja hogy megvédte? Kaptunk egy... Aha, kaptunk egy kártyát. Valamilyen, nem tudom milyen kitaláció van itt, amit el kell pusztítanom. The mercenaries use demo packs to clear brush on the islands. If you look around, you should be able to find some that you can appropriate. Aha, és akkor találunk el robbanó tölteteket, amivel elpusztíthatom. Gondolom ezt. Aha, ott jelölik is neked. Tehát nekem nem egy yellow keycardom van, dehogy nem. Sárga kulcskártyát szereztünk, és meg kéne találni a tölteteket is hozzá. Lehet, hogy itt lesznek, aha. Jelentkezve. Bejelentkezve. Jó van. Itt van egy töltet. Szép nagy armor, meg jó néhány töltény. Na most, hogy akkor bejelentkeztünk ide az internetbe. Hál' Istennek ugye karácsonyig sikerült összegyűjtenem annyi pénzt, hogy beszálljak az internetbe. Most már akkor... Fort Plant Bomb. Oké, tűnjünk el, oké, nyomod. Én szaladok, én nyomom a sprintet, de elfáradtam. Barátom. Lehet, hogy meghaltam. Na, hát megcsináltuk, felrobbantottuk a hatalmas nagy szuper antennát, amivel a zsoldosok képesek voltak egymással kommunikálni itt a környéken. Ezáltal már is sikerült a káoszt itt megalapozni a szigetre nézve. Találkozunk a mólón a sziget távolabbi részén. Aha, nem szabad az ő... Szia! Coverjét kompromizálni, ezért... Okosnak kell majd lennünk, és meg kell tisztítanunk az egész zónát. Ez azért lesz vicci, mert látjátok ott azt? Azt használni fogjuk. Ezt tudod, hogy mekkora király volt 2004-ben? Hogy egy gliderrel mehettél szerte szét a szigeten akárhová? Szarszúgyozol. Nincs F5-mentés. Van pár game, ahol titokban működik az F5 meg az F6. F5. Most megnyomtam. Itt még checkpoint rendszer volt. És nyomod neki. Mekkora jó. Communication network is down. It'll take hours for them to restore their systems to normal. Until they do, you should be able to move around much more easily. Az nem nagyon jó volt most. So our communication will remain unaffected. Hát ez szar. Szia! Mi lesz? Most lelőttek? Mint a szart úgy leszek. Jézusom! Hát ez... Hogy lehet, hogy a sniper nem volt annyira eredményes velük szemben? Pedig az mekkora király, hogy tud sniperezni egy ilyen sárkány izé kitaláción? Mi ennek a neve? Siklóernyő? Nem. Ez egy... Ez, ennek mi a neve? Glider. Hát ezt használjuk ugye az izében is, a Zelda Breath of the Wild-ban, meg a Genshin-ben, ami szétnyúlt a Zelda kitalációit. Kaptunk egy ajándékot. Ez egy sárkány repülő, de hát az motoros szerkezet, nem? Ezzel csak ereszkedni lehet, siklóernyő lehet inkább, nem? Ez szar volt az a lövés. Amint hogy neki, nekem nagyon tetszett. Hoppá, hoppá, hoppá! De honnan jött értem majom? Mekkora bogár van a falon, Jézusom! Nem kéne nyitott ablakkal mászkálni ilyenkor, biztos vagyok benne, ez volt a hülyeség. Mi az Isten az? Itt jön valaki fel, hallod? De, ott van az ingben, mondja. Tudod, hogy hogy kell használni. Azt mondja Doyle, hogy ugye tudod, hogy kell használni a glidert, és akkor mondja neki egy csáv, hogy nem, mert... Nem, de hamar rájövünk, hogyha lövöldöznek majd ránk. Gyorsan tanulunk olyankor, mehet. Van motoros változat, ez csak a szél hajtja.
communication network is down. It'll take hours. Hogyha jobbra átmentem volna, ott még megpróbáltam. Aha. Amíg nem működik a kommunikációs rendszer, addig nagy baj nem lehet. Ez egy szuper csöndes készülék, amivel most megyek, úgyhogy talán a helikopter sem lát meg, nem? Meglát? De mocskosul meglátott. Jaj, de gyönyörű! Oké, mehetünk, készen állunk. Wow. Binokuláréval látok valamit? Igen. Na, ez egy jó lövés volt. És akkor most merre kéne menni? Balra, jobbra? Jó király, hogy szállnak ezek a madarak is. Tudod, hogy mekkora újdonság volt az is, hogy itt popogályok szállnak? El kéne engednünk már ezt a glidert. Meddig megyek még bele? Hogy szállok le? Veri gyorsan. Aha. És azt, hogyha most használod? És használod? Jó, többet ne használjuk inkább, mert megbánt. A termik hajtják? Hát... felfelé szálló meleg légáramlatok? Ez biztos, hogy fenntartja ezt, meg talán egy kicsit magasabbra is emeli. Hát attól függő, ugye, hogy melyik irányból találod meg. Nyilván senkinek nincs olyan szeme, ami azt látja. Most nagyon kúszon megyünk oda a fiúkhoz. Már iszonyat várják, hogy találkozhassanak végre velünk. Ennyit, tehát ahogy megláttam őket, ők is megláttak engem. És mit tehetnék? Iszonyat dzsungelharcok, hatalmas feelingek. Az valami nagyon nagy. Az... aha. Na ezzel nem a barátaink igyekeznek le hozzánk éppen. Wow. Lehullanak? Hát le, néha igen. Egy megvan. Ó, hogy beállt a mini... azt a mindenit a machine gun mögé. Ez jó volt. Nekem valami rémlik, hogy belátsz a bokorban, akkor nem látnak, hogy honnan lősz. Hát, de ezek látnak, hogy honnan lősz. Ezek a rohadékok mocskosak és mindent is tudnak rólad. Még azt is leolvassák, hogy mi van az anyakönyvi kivonatodra írva. Hát az arbort a sajna el sikerült veszítenünk. Most lentről is tudnak még jönni? Van ott még valaki? Fene sem tudja. De amúgy szépen haladunk. 23 óra 25 perc van. Fél óra múlva majd szeretnék tartani egy kis szünetet, hogy tudjak táplálkozni. Ma még csak reggeliztem, úgyhogy itt van az ideje annak, hogy... na hát, micsoda szitakötő, láttad? Banón. Lefogadom, nem is gondoltátok volna, hogy a banánfán állítva vannak a gyümölcsök. A fürtök nem lefelé lógnak, hanem fölfele állnak. Ezt már láthattuk ugye a izében is, a Green Hell-ben. A Sniper Gézák ketten is. Azik. De mi? De miért engem nézett? És ez ott lejön? Nagyjából fejre lőttünk. A banán egy fűféle? A Poaceae család tagja, erre gondolsz? Ott fenn nincs senki. Latin neve a taxusba káta? Nem, az a tiszafa, amire te gondolsz. A tiszafa pedig egy erősen mérgező növény, viszont a mag köpeny, a piros rész, ha nem eszed meg a magot, amit takar, ez fogyasztható és nagyon finom, édes dolog. Nem, Iván, nem, rosszul tudod. A taxus az más. Találtunk lőszert a sniperbe. Érdekes, hogy nem adnak sokat amúgy. Megint csak 5 darabot vettünk fel. Nézd meg a tiszafát, akkor legyél szíves. Írd be, kérlek. Sokan lesznek ott lent a vidám fiúkból. Sokan. Az ananász? Igen. Tizennyolcszoros nagyítás. 6 darab fickót lőhetünk le. Én vele kezdem akkor. Ó, Jézusom. Wow. És oda lőnek? Miért? Veled mi van?
normális, vagy lehet ez velem van. Most már nincs, az fix. Olyan halántéklövést kapott. Jön egy helikopter segíteni nekik, úgy látom. Ez ide jön? Ez szar lesz. Állj már meg, Ferenc. Te még mozog, addig nem tudom eltalálni. Tudod mit, le van szarva. Oké, jó lesz. Nagyon jó volt. És hogyha kilövöd azt az egyet, akkor a többi az már nem is számít. Wow, hát az armorom az nem annyira van még egyben, de legalább. De kéne ez a sniper a francba. És leszáll? És ki is jönnek, háttal mennek, de ki is jöttek. Hát egyet elkaphatnék még esetleg, de minek? Tehát először, amíg van rajta fegyveres, addig rád jönnek, érthető. Ez a másik is ilyen machine gunman? Nem, az csak szimplán ott néz. Azt hiányzik, hogy innen észrevegyen, hát én se látom. Hoppá! Van még egy sniperünk. Van minden itt nekem. Iván, ehhez mit szólsz? Na, annak a fegyverét kell megszereznünk. Nézd a nyakát, ahogy kilőtt. Beszarsz ezen. Kiváldom, amúgy ez tényleg szuper szórakoztató. Mondjuk lehet, hogy nézve... Jaj, ez fájt. Lehet, hogy nézve nem annyira. Nem tudom. De játszom, marhára rendben van a Far Cry 1 a mai napig. És nagyon sajnálom, hogy utána... Why don't you blow up the armory in their camp? That okay. Could create enough of a distraction for me to slip through. Jó, Doyle be akar menni valahova, nekem meg elterülést kell csinálnom azzal, hogy felrobbantom az armorit. De mit csinálsz itt? Beszarsz, itt az úton is vannak. Mit kezdtem el mondani? Sajnáltam, hogy a kettő... Hallottam, fú, de mekkora csalódás volt, Jézusom. Tehát ezután a játék után, amit én marhára tudtam szeretni, a második részben... Rögtön össze van fosva minden. Én nem tudom, az első 5 percben már teljesen más a játék, mint amit itt megszokhattunk. Bár lehet, hogy sokaknak meg ugye már inkább a Far Cry 2 az, ami jobban hasonlít a 3-ra, 4-re, stb.-re. És lehet, hogy emiatt egy jobb élményt szolgáltat. Kövi. És nem tudom időközben mi történt, hogy és már nem annyira mit csinál? Feláll, legugol? Igen. Nem annyira akarnak már lelőni? Nem tudom, az előbb még nagyon rajta voltak ott a támadások, ha most meg lehet, hogy meggondolták magukat. Nézd meg ezt a csávot, nézd, mit csinál. Hát jó van. Többi részben nincsenek szörnyek, pedig az egyben azt tetszett. Hát... Számomra eleve egy nagyon meredek meglepetés volt, amikor rájöttem, hogy ebben bizony nem csak a szörnyek, vagyis nem csak a zsoldosok ellen küzdünk, hanem... És mit áldogál? Te rohadék, végre megvagy. Talán meg lett. Jó, hallom, hogy jön valaki balról. Nem. Ott az a csávó, az fix pozíciós, azzal nem tudom, hogy mi lesz. Tornázott ott lehet, igen. Csúsznak lefele a hullák, igen. Ja, de a fegyverek azok helyszínen maradnak. Just Cause, ilyen karibi szigeten kommandozós, egyik részét szerettem, már nem emlékszem melyiket. Nekem az már nagyon ilyen nagyatlannak tűnt, nem tudom miért. Valamelyik részét ingyen adták, sőt, lehet, hogy... A kettőt is, lehet, hogy a hármat, négyet is. Ott van, ő az. Meghalt. Annyira szeretnék nem kúszva közlekedni, na mehetünk már is. A széria is kifordult önmagából. Ja, erről beszélek, hogy ezek az FPS-ek, nem tudom, hogy miért ilyenek. Mondjuk, hogyha meg a Doom-ba gondolsz bele, akkor ott meg pont egy ilyen pozitív
Az, hogy az ID-nél végig tudnák tartani a szintet, szerintem a most megjelenő cím is nagyon érdekes lesz, hogy ilyen... Annyit láttam, hogy valami shieldes kitaláció fognak pörögni, tehát valami régebbi korszakba fogják a Doom Guy-t majd bevinni. Sajnos én még nem játszottam egyébként, a 2016-nak csak az első pár pályáját vittem végig. Ott van egy kis armor, azon kívül pedig az Eternal-en még soha nem játszottam, úgyhogy majd azon a vonalon is fogunk tovább menni. Persze tudom, hogy sokan nem szeretitek ezt feltétlen, meg a... Én a Wolfenstein játékokat, vagy Wolfenstein is szeretném játszani. Engem nagyon érdekelne. Nagyon érdekelnének, hogy milyenek azok. Mármint, hogy egyet játszottunk, és akkor utána már láttam, hogy nem sokakat érdekel, pedig ott aztán tényleg hentelés van, meg kemény náci írtás. Mit csinálsz a szemétláda? Hát hova befutott? Az armort leszette rólam. Nyitottak egy ajtót. Mindenki nagyon próbál figyelni. Hát egy hátrébb jövünk egy kicsivel. Előttem vannak ketten, de senki nem látja, hogy hol. Hogy átváltunk másik tüzelési módra, és előttem van. Hol? Balra néz a másik, és arra megy. Álljak fel és küzdjek? De meg dögöljél meg! Hol vagy? Beszarsz ezen. Na jó, ez már régen is feeling volt. Szerintem ez tök király, hogy az ajnövényzetben így keresed a többieket. Szevasz, Menka, jó pihenést! Remélem, hogy sikerült a költözés már. Megint nem beszéltél ma velünk semmit. Wolfokat nagyon éltem, főleg az elsőt. A kettő kicsit túl lett tolva, azért kitoltam mind a kettőt legnehezebb fokozaton, és vért azért izzadtam, de megérte. És mi a helyzet a hárommal? Mert hogy nem is tudnám már a címeknek a, tehát hogy a részeknek a címeit felsorolni, de én úgy tudom, hogy trilógia van ott, nem? Oda fel kell mennünk a sniper ammóért, itt van a baraksz. Na, ez az armor, ez pont nekem kell. A fully loaded magazin. Jaj, ez egy szóvicc, és nagyon rossz. Azt a mindenit. A teli töltött tár, teli töltött magazin, oké. Kis humort véltem felfedezni. Cica. Szóval váltsunk át erre és nézzük meg milyen. Volt a 3D, a Return to Castle. Nem azokra gondoltam. A New Order, igen. A New Colossus, meg az Old Blood, ami az előzmény. Aha, de hát akkor mi melyikkel kezdtük? Melyiket vittük végig itt a csatornán? Összekövetést, Endears, üdvít nálunk jó estét a vészkórusban. Ne felejtsd el soha a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. De ezek a fickók itt nagyon fosztosan jártak. Hát despawnoltak időközben. Hoppá. De ez szerintem ez egy közelre jobb fegyver, nem? Ezzel kéne távolra. Így-így. Na! Nem tudom, biztos, hogy volt riadóztatás is. Mondjuk itt nem látszik éppen, hogy bármi történne vele. Szerintem... Át lehetett lőni az üveget? Wow! Nem tudtam amúgy, ez tök metál. Mindenféle elektronikai berendezést elintézünk. Colossust játszottuk? New Order-t volt. Na most akkor kinek van igaza? Return to Castle, Wolfenstein volt az utolsó, amivel játszottam. Volt annak egy olyan része, ami nagyon horrorisztikus volt amúgy. Lehet, hogy pont a Return volt az. Kb. Olyan időben, mint amikor ezt játszhattam, akkor jelenhetett meg, talán egy-két évvel később. Emlékeztek arra? És ott volt ilyen, hát figyelj, akkoriban beszaratósnak számított szerintem legalábbis.
Féltem. Ja, kicsit be is csorgott. T-90-50 lőszer van a tárban, csőre merőlegesen állnak. Tár végén van egy szerkentyű, ami beforgatja őket egyesével. A tár végén van. De hát az miért jó az a mechanika, hogy... Az mi? Az mi volt? Mi történt ott? És azt lelőtte magát egy rakétavetővel, hogy mi történhetett? Én ezt nem értem pontosan. Felmászom ide. New Order végigjátszása. Játszási lista. New Order-t játszottuk. Látod? Iván nem vágja, hogy mi... Na rohadj meg. Bocsánat, rossz irányból másztam fel a létrán. A legtöbb játékban ez ki van küszöbölve, hogy onnan nem tudsz felmászni. Itt? Nyugodtan. Persze, menjél. Szar lesz fent egy kicsit, de majd... És azt... Aha, oda kitették a sniper ammómat. Ez a csávó ott fent. Itt hallok. Hogy lehet, hogy interferencia? Ott van még valaki. Ott is van. Ott van még kettő beszarás. Rohadt messzire vannak. Jó, azokkal is fogok én találkozni. Szerintem azok megindulnak majd erre mindjárt. De rossz ez a létremászás. Erre valamit ki kellett volna találniuk. Ez nem is tudom, ilyen kicsit ilyen Half-Life. Ott is nagyon hasonló a létre. Ahogy a karakter a közelébe kerül a létrának, ott akkor a felle nyíl, az felle fog közlekedni. Azon volt sniper amúgy? Igen, az volt az első, akit elkaptunk, ugye? Ezt be is töltöm, ha már így alakult. Hoppá! Valaki nagyon lát. Nem tudom, hogy rám fog előni. Megy a méter fölfelé a minimapon, hogyha figyeled. És tényleg itt először. Nice! Ne pocsékoljuk, az a lényeg. Holnap lesz minden, csak dobozokban gépet, holnap szerintem már csak szét, nagyon király. És várod a költözést, Venka? Vagy már mész aludni? Szegény? Hát éjfél van, érted? Holnap teljesen olyan keményekbe lesz. Nem fog kinézni onnan. Soha nem fog kinézni onnan. Ott is van valaki közel, aha. Hát jön valaki megint. Legjobb cucc ez. Ez a binokuláré. Ez későbbi Crytek játékokban is fel lehetett fedezni. Sőt, még a Hunt Showdownba is berakták. Aztán minek? Ezt vágtad, Iván? Hunt Showdownban a monokuláré használtad? Binokulárét? Pedig még előttem van a csávó, csak nem tudom, lehet, hogy ott a fánál van. Volt olyan, hogy távolról nézhettél abban a gameben is utána érkező csapatoknak, de hát nyilván. Van benne, ja. De még ma is benne van? Tudod, hogy mi lenne rohadt vicci? Csak már szerintem éjszakai pályát alig lehet találni abban a játékban. Fényt vinni befele és vakítani az enemit. Esküszöm, hogy itt láttam valakit szemben. Előttem van és nem látom. Ott van. Állítólag ott. A fa mögött? Jó, meg vagyunk. Na, meg kellene találnunk a robbanó anyagokat és briefing. A robbanó anyagokat és utána kellene, itt van, felrobbantani az armorit, ami ez. És itt találok bent jófajta lőszert. Tele van fegyverekkel. Lehet, hogy kellett volna mi a keycard, aha. Vagy van nekem olyanom? És ha lenne, akkor oda bent mit találnék? Egy sniper ammót, jó sokat, júj! Szerintetek kinél lehetett vajon? Honnan tudjuk, hogy hol van a keycard? Nem lehet, hogy itt van bent az asztalon esetleg? No fucking way. És akkor fel fogom robbantani. Lehet, hogy oda nem is lehet bemenni, hanem az a kitaláció itt most, hogy csak robbants fel. Ja, lehet, hogy nem is tudod megcsinálni.
Amúgy, hogyha lefekszel a földre, a stamina regeneráció szerintem sokkal nagyobb, látod? Mint hogyha mennél, akkor lelassul. Sprintelsz, akkor megértelemszerűen. Na. Akkor robbantsunk egy nagyot, aztán lehet, hogy kinyílik. Be lehetett oda menni? Well, that seems to have worked just fine. Radio traffic in the area is frantic. Now's your chance. Take a vehicle if you can and get to the pier. Azt mondja, hogy fogjunk egy járgányt és jussunk el a pierhez. Az hogy kiborult ez a torony onnan, nem? Kifordult magából. Hát valahol meg kellett biztos találni akkor a keycardot, valahol meg is szerezhettük volna. Melyik járgány lesz az? Mind a kettő ugyanolyan? Jó lesz, mehetünk. Remélem mentés lesz. Az mekkorát ordított az a csávó mögöttünk? És ezt most nyitották ki frankón. Leszarsz. Hát, még a végén egy sokkal jobb járgány sikerült szerválni innen. De mit csinálsz? Ez mit csinált ott? Na, ilyet nem sűrűn láttunk eddig a játékban, hogy bebugoltak. Na, ez lesz a király járgány. Kicsit kapott egy pár lövést. De van rakétavetője, és állítólag erre kell mennünk. Hogy tetszik nektek a játszi egyébként? Meséljetek. Váltsunk most már, eljött már az idő. Ezek felrepültek, ezek a srácok. Szembe jött velük itt a halál. Azt mondja, hogy várjál. Hát ez mi? Hát lehet, hogy inkább lövök és utána kérdezek. Ott volt kettő autó mögötte. És mindenki meghalt. Ez egy barikád. Igen komoly. És ezt el tudod lökni? Hát nem annyira. Öngyógyuló szélvédő. Hát ez azért technológia volt. Hát a zsoldosokat itt nem szaragrikázni engedték el a jungelbe játszani, gondolhatod. Ez a torony. Ott vajon lesz valaki? Hát remélem meghalt. Óvatosan kell mennünk, van rakétánk 27 darab. Nem, az meghalt. Lehet nyomni. Volt egy mentés itt, nagyon király. Én emlékszem ezekre a mentés feliratokra, amikor így bejönnek is, hogy innen hányszor futottam neki még egyszer, meg még egyszer. Általában jobbra kell amúgy mennünk. És ha az utat követem, akkor biztos szembe jönnek a gézáék, nem? Na, valószínűleg igen. Itt is itt vannak, látod? Előttem rossz irányba. Na így, így, így szépen. Ezt nem értem, hogy hogy nem vágtak, hát eddig mindent tudtak rólam. Itt száll a fegyver. Nem, az egy darab. De király. Nézd, ilyen kis... És izében vagyunk. Aszta. Mi textúrák peregnek, mi? Ja, ez nagyon szép voltam régen. Ott voltam már? Aha, nem. Nem, de oda kell szerintem menni. Mi, valaki már észrevett? Valaki nagyon meglepő hangokat adott ki magából. Én szerintem innen fentről lazán elszórakozhatnék ezzel, hogy... Várjál, most egy másik nézetben vagyok? Ne csináld. Eddig is így lövöldöztem? Olyan furinak tűnik. Szóval már is megnyomhatod azt a gombot, hogy... Nézzük, és az most... Elért odáig? Aha, nem. És ha csinálsz egy olyat, hogy X, és oda célzol, és kiszállsz, és nézed, hogy hogy megy. Ez igen. Ez igen. Ez tetszett nagyon. Ilyen grafika, bizonyám. De nem emlékeztél erre már, Lifi? Na még egyszer, kicsit föntebb, oda. De elmentek a fiúk, nem? Nem. Hát ez rohadtul zseniális. Imádom, nagyon király. Hova kellene lőnünk legközelebb? Hol vannak? Egy pozícióban. Hát ott látom őket mászkálni, de hová mennek? A becsapódást figyelik. Ja,
tudnék oda egy lövést leadni. Kicsit alacsonyan van mi, aha. Hát ott nem is lesz senki, mi? Uasta! Jó, ez nem is volt olyan rossz, mint amire gondoltam. Aha, és megint ott áll egy csávó. Ez lehet, hogy fölé ment nagyon. Na jó, eleget szivattam őket, mehetünk. Ez nagyon, nagyon tetszik nekem. Háromban már csak-csak? Mármint, hogy tetszett neked a háromnak a grafikája? Az egy szerintem nagyon nagy komoly dolog volt 2004-ben. Ahogy szekurálom a területet, majd felvesz bennünket Doyle. Hol vannak most itt vajon? Ott a másik oldalon biztos, hogy van valaki. Remélem meghalt. És csak ott van egy nagy tank. Aha, ez majdnem jó helyre ment. Csávó, ott áll. Viszlát. Jézusom. De megérkeztem, hallod, én vagyok a halál. Semmit nem tehetnek velünk szemben. Ez a storage az lehet, hogy... Nem, oké, okay, minden rendben. Csávó elrepült. Milyen távol próbálja mozgatni a játék azt a karaktert. Látom, milyen darabosan mozgott. Van itt még. Mind meghaltak? Nem. Nem, itt még van valaki. Hát nem mernek mocorogni, nem? És ez micsoda? Ez miért erre áll? Ja, mert gondolom számítottak arra, hogy jövök mi, és megfordultak vele. Uasta! Ez de király! Egy mortár? Wow! Érdekes, hogy nem lehet vele fölfelé célozni annyira. Mik lehet, csak nem tudom. Nézzük meg. Aha, ott nézelődik már. Majdnem jó lövések, majdnem jók. Ez az, és ott volt a társa is mind a ketten. Na, emléletileg most szekuráltuk a környéket talán, és... Most már csak annyi dolgunk van, hogy a... Kimenjünk ide a mólóra. Ha minden jól megy, senki nem talál ránk. Szerintem fogjuk még használni azt. Bár lehet, hogy már ez a... Jön a Doyle, tudod, felvesz téged valami járgánnyal a helikoptert idehozva, ki tudja mit. Itt állunk, és... Ah, jön már, aha. Biztos te vagy a János. Azt honnan tudtad? Számítottam már rád. Szóval... Okay. El kell bújnunk, mert hogyha meglátnak minket, akkor... Mi? Most elnyomt a Frankón? Ha meglátnak minket, akkor hát elintéznek mind a kettőnket. De kérdeztem még a János, hogy jó, de ki fog bennünket észrevenni? Ezt sajnos már nem tudtuk meg. Hát... Általában a bunkerhez... Jézusom, viszik igen, akiket elfognak a másik oldalán a szigetnek. Ez volt az, ahol órákat töltöttem, napokat töltöttem ezen a részen, hallod. Ez volt az a rész, ahol nem tudtam egyszerűen átmenni. Szia Zsolof, hogy vagy, mi a helyzet? Rengetegen vannak. Szerelgetik a motorcsónakot. Iszonyatosan sokan vannak, mindenhol rád látnak. Fentről, lentről. Mehetsz balról. Mehetsz a vízből keresztbe, mehetsz jobbról is, és akkor onnan, hát ez egy förtelem volt. Förtelem! Na jó, próbálkozzunk sniperrel. Még jó, hogy hoztam lőszert hozzá, ugye? Kíváncsi lettem volna, hogy mit mondom úgy... Doyle. Feküdjünk le, és... Intézzünk néhány jól irányzott lövés szerintem. Honnan tudjuk, hogy melyikeket kell kilőni? Melyek a veszélyes arcok? Aha, itt fekve nem is tudsz fentebb nézni viszont.
kettőt is előttem vajon? Olyan volt, mintha átment volna azon a kettőn a lövedék. Jó, itt a közelebb lévőkre könnyebb lesz a másik fegyverrel szerintem rálőni. Ezt komoly, túlélted? Hát reméljük az ott meghalt. Jó van, Marci V, nagyon vicci vagy. Na figyeljünk, itt jön egy helikopáter. Aj, az kiesett. Nem is volt rossz. Nézd ki, hogy a szigeten lévők ott nagyon jól el vannak. Szerintem valahogy meg kéne szervezni tőlük ezt a motorcsónakot is próbálkozni. És az ott leszáll és hozza az utánpótlás nekik, ugye? Aha, ott is áll. Nézd a csávot, hogy néz. És Frankon tudja, hogy itt vagy. És valaki balról érkezik éppen? Ja, minden bizonnyal. Négy darab sniper amunk maradt itt a nagy akciózások közepette. Egy fickó jön ott keresztül éppen. De már tüzel is. Megfordult. De mert hogy ugye lehetőségünk van, ott a kis barlangon is. Ami nem is barlang, hanem csak annyi, hogy egy ciklaformáció alatt is átmenni. Most vettek észre. Van ott még valaki. Fiatalabb koromban Frankon Rambóbb voltam. Kevésbé megfontoltam, mentem előre. Most egészen tekintélyesen beaprítottunk nekik. Beakadt a fába a lövedék? Hol? Egy kicsit fölé ment. Azt mondta, hogy add fel... haver. Jó. És nézd csak, ott is elkezdtek mocorogni már. Hát... az ott nagyon nem akar odáig ellőni szerintem. Érdekes, itt még eltaláld őket, itt már... nem annyira. Azt nagyon fejbe lőttük most, oké. Eddig jó. Teljesen rendben van. Ahhoz képest, hogy mennyit szívtam le régen. Még az is lehet, hogy most így lelövöldözünk mindenkit full távolról. Aztán akkor ennyit erről. És lehet, hogy végig fogunk rusholni a pályán. Lehet, hogy megérné inkább itt a sniperrel is körbenézni, mert azt a csávot... Ájjajjáj! Még egyszer. Jó, és megvan. Az lehet, hogy sniperes Géza volt. Eltűnt. Még mindig van kettős kulom, de remélem, hogy találunk sniper ammót majd. Egészen szépen haladtunk a mai epizódban. Komolyan mondom. Hát majdnem két is. Jó, igaz, volt egy újraindítás. De hogyha így lehet haladni, akkor ez azt is jelenti, hogy ez egy frankó végigjátszás lesz, és hogy végig tudunk menni esetleg, és még a végén ez a játék is fent tud maradni az utókornak itt az én tolmácsolásomban. Én nagyon szeretném, hogyha ez sikerülhetne. Effekszel akkor pontosabb? Hát persze, csak nem mindig tudod akkor annyira megemelni magasra, ha éppen a terén olyan. Ez közel van ez a fickó. Bizony közel volt. Ott megy egy. Az meghalt. Van egy itt is valahol. Szerintem az a szikla mögött lesz, ugye? Szerintem a szikla mögött van. Igen. Mi történt itt? Kérdezi a társa. Oké, megvagyunk. Hűha. Ez egészen jól ment. Na, bár ez még valószínűleg nem az a rész, a völgyes rész, ez még csak a kezdet ennek a missziónak, ahol már ellövöldözöl mindent. Csak későbbiekben majd meg jól megszívod, hogy de hol van a muníció.
sprintelnék nagyon, de hát a karakter képtelen arra, hogy staminát regeneráljon. Ez szerintem egy nagy elrontott koncepció ennek a játéknak, hogy ugrálsz, ugye megy le a stamina, és most, hogyha nyomod a space-t, akkor már nem vagy képes ugrálni, tehát itt már hiába nyomod. A karakter nagyon el van fáradva. Nem is ad hangot annak amúgy, hogy elfáradt, és ez egy... lehetnek olyan szituációk, tudod, amikor te azt hiszed, hogy na majd itt ugrálnak jobbra-balra, meg bunny hoppolok, meg ilyenek. Aztán tudod, hogy mit csinálsz, inkább meghalsz. Ez 3 darab sniper lövés. Erre elegendő muníció, amit ott vettünk fel, így összesen van egy tárunk. De legalább lett armor. Tudod, mi kellene? Itt egy checkpoint. Ez egy újfajta fegyú. Lehet, hogy jobb, mint a pisztolyunk. És akkor várjál, 0, ez a konzol. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Tehát 4 fegyver lehet nálad. Ha ezt leváltanám, ez miféle lenne? Ez király, mert ez hangtompítós, szerintem. Ezzel lőttünk távolra. Hát ezzel meg nem sokat tudsz. Kis pisztolynak van értelme? Most ezt letesszük egy kicsit. Jó. Ezt tetszik, hogyha lehet itt hangtompítóval lövöldözni, garázdálkodni egy kicsit. Az igen. Csávó rögtön itt nyomult. Pontosnak is tűnik amúgy ilyen mittávon. Remélem, hogy találunk hozzá. Ez mi? Ez nem egy ilyen lámpa, amit fel kéne tudnom venni? Lehet, hogy van már nálam. Jó, de mivel... nyomom a fényt. Ó, na hát lehet világítani, beszarsz. Én ezt nem is tudtam. De király! Lehet, hogy hamarosan hasznát is fogjuk majd venni. Ide be kell mennünk és itt kell emberkednünk. Csak meg akartam nézni, hogy van-e itt még kint bármi, ami nekünk fontos lehet. Gondolom, hogy mennünk kell befele. Na, mindjárt váltunk egyet, mert éjfél van. Aztán, hogyha megszavazzátok, akkor fel mehetünk tovább még ebben is. Meg kellett volna szereznem a keycardot hozzá, mi? És azt honnan találod meg? Ezek a dolgok nem szoktak éjféli altabb. Nem szoktak despawnolni? Most bármelyiknél lehet, nem? Honnan tudjuk meg, hogy melyiknél van? Jesszusom. Hát lehet, hogy fent van itt fent a dombon esetleg, vagy lehet, hogy kint volt a mólón, amerről jöttem. Sárga ruhásnál, de az a mechanik volt, nem? A fickó, amelyik éppen javított a... ilyen műszerésznek tűnt inkább. A hídon lőttük le? Hát... nem, itt van. Na, ez király. Mindenünk megvan, minden fel van töltve. Tele vagyunk gránátokkal. Útira lehet a gránátokat is váltogatni amúgy, hogy melyiket ha... majd te szemét, hát nézd meg, hát elbotottam a saját lábamban. Itt viszont, hogyha bemegyünk, akkor biztos, hogy valami történni fog, ugye? Tehát nem gondolom, hogy itt le kell mennünk ide, hanem szerintem kint kellene mászkálnunk, vagy lehet, hogy megérkezünk a másik részen, és... aha. Ez már az. Whatever that was, I hope it was the only one. Akármi is volt az. Reméljük, hogy csak ez az egy darab volt belőle, mondja a hősünk. Teljesen nyugiban végignéztük, ahogy Gézát szétmarta ez a gépezet. Where are you? I'm having a hard time tracking your signal. How the hell should I know? I'm in some kind of cave. Right. The seawater pumping station. Ja, szóval kérdezte tőlünk, hogy nehezen veszi a jelünket Doyle, és hogy hol vagyunk, és mondtuk neki, hogy hát honnan a francból tudhatnánk, valami barlangban, és mondta, hogy ez egy ilyen pumping station, tehát valamilyen szivattyús állomás. Hát remélem, hogy a szivattyúzás az nem az én részemről fog majd itt történni, hanem bárki is. Inkább nyomjunk egy kis fényt. Kimentek a fények? Most mondtam, hogy nyomjuk a fényeket. Azonnal megláttak, láttad? Csávó szembe azonnal, ahogy bekapcsoltuk a fényt. Beszarsz ezen, teljesen jó volt. Na, onnan kilő éppen. A
hiszem az is meghalt. Még maradt valamennyi armorunk is, de ezek szerint itt körbe lehet menni. Egészen megnyugodtak itt a vidám fiúk, jól van. És ebben nem találok tárt. Sziányozni fog. Get that regulator online now. We don't have any time and all hell is breaking loose. I know, but this is as fast as I can go. What was that? Are you okay? Valami regulátort akartak volna a fiúk itt bekapcsolgatni. Fogalmunk nincs, hogy hányan vannak. Armor az kellene. Ez milyen töltény? Nem ebbe való. Nincs itt senkinél olyan fegyver. Most valamit megnyomtam. Jön egy lift lefelé? Vagy mi ez? Mi történt? Ti vágjátok, hogy mi van? Én most nagyon meg vagyok itt teljesen. Hogy hol a francba vagyok? Erre a részre én nem emlékeztem régről. Ott vagyunk a sublevel vanon, de nem innen jöttem. Nem, erre is lehet menni. Aha, beindult az első szivattyúzás. Is szoktatok egyébként szivattyúzni? Van itt egy lifted. És ebbe a liftbe be kell menned. Jó, nézzük, hogy armor van-e esetleg itt. De úgy látom, hogy nem nagyon. Aha, szar sincs itt. Sublevel van. És ezzel megyünk fel, nem annyira messzire, úgy látom oda. Amúgy pedig volt valami kis barlang kezdemény ott a másik oldalon. Totál káosz ez a hely. Ja, hát azért, mert káoszt okoztunk a comm centernek a kiiktatásával, ugye. Úristen, azok ott elszaladtak. Ennyire hamar ott vagyunk, ahol ezek a vadállatok nyomulnak. Hát a fele gondolta volna. Én úgy emlékeztem, hogy a játéknak a végén voltak ezek a mutáncsok. Mondjuk nem támadnak ránk, tehát úgy néz ki, hogy hagynak minket békében dolgozni itt a környéken. Csak szaladgálnak és zsoldosokat bántogatják. És elértünk az ajtóhoz. Szia Gábor Zé, jó pihenést! Na hát srácok, szerintem minden megyünk tovább. Ha csak nem. Mondjuk ezt akarjátok még ma estére, de én azt mondom, hogy a következő epizódban folytassuk. Amit akartok, azzal szívesen játszok ezzel is természetesen. 10 perc szünet következik, vagy 15 inkább, és szavazásra bocsájtom a lehetőségeket, hogy mivel menjünk ma. Kíváncsi leszek erre a helyre, hogy most hová jöttem be. Ez olyan volt, mint a... Ez pontosan olyan volt, mint a izében, a Half-Life-ban, amikor a... Nem tudom mi annak a neve, tudod, ami így lelógatja a kis szarjait, és... És így felszippant, amikor így rátapadsz a nyelvére, vagy nem tudom mi az. És így felszív, és odafent meg bedarálja az arcodat. Trigen a neve. Aha. Elég durvinak tűnik. Azt mondja, hogy biogenetikus módon megmérnökölt valami lény. Ez itt tisztára izé. Tisztára Half-Life, nem? Az automatákkal, a vérrel, a narancssárga ruhás fickókkal, ezekkel a gépekkel, amik itt vannak. Ez szerintem ez kicsit ilyen Half-Life áthallás. Még azon se lepődnék meg, hogyha ez valami izé volna. És itt lenne egy króbár, akkor beszarnánk, tudod. Tehát, hogy ilyen kis easter egg jelleggel csinálták ezt a szobát ide. The scientist in the main supervision area of the Treetop Research Facility. Treetop Research Facility, aha. Nehéz ám abba hagyni amúgy, mert szórakoztató egy gép. Azok a vidám fiúkat úgy döntöttek, hogy akkor meglövöldöznek kicsit. Iszonyat halálokat fogunk itt menni. Na, ez jó is lesz és érdekes lesz. Vissza a játékba, helyett a kilépést választjuk. És egy kis szünetet fogunk akkor tartani. És nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Kedves VOD nézőknek is nagyon hálás vagyok, hogyha szeretnétek támogatni a csatornánkat, a VOD-ok leírásában megtaláltok minden információt ehhez.
És kösz, hogy megnéztétek ezt a mait is. Na, egy pill.